lesz a Gőgázdői Fórum Fórum Café rendezvény. Az urakat azért emelném ki, mert nagyon örülünk annak, hogy ennyire érdeklődnek a Női Fórum rendezvénye iránt, és hát a mai napon azt gondolom, hogy ők is nagyon sokat fognak kapni. És hát már tovább is olyan témát választottunk, és az előző években, és olyan előadót keresünk a témákhoz, amely bennünket, nőket mindenképpen érint, természetesen ezen keresztül azért az urakat is, és olyan dolgokról beszélgettünk, amik hatással vannak a mindennapjainkra, és célunk volt, hogy a beszélgetés tapasztalatai mindig hasznosítnak volt, legyenek a hétköznapjainkban is. Nos, a tavalyi nap sikerre való tekintettel az idei évben mondhatjuk azt, hogy ezt tovább fokoztuk, még az azzal, hogy olyan előadót kértünk fel, hogy teljesen meg bennünket a mai előadásában, a dr. Fabi Jenőke, pszichológus egyetemi tanár, akit szeretném nagy tapsal köszönni. Köszönjük szépen! Nos, akik hallottak már a pszichofitnessről, azok biztosan tudják, hogy a következő két órában nagyon jól fogunk szórakozni, és olyan tapasztalatokkal fogunk távozni, amelyeket hát biztos, hogy már a mai nap folyamán tudunk hasznosítani a saját boldogságunk, kiegyensúlyozottságunk és stresszmentességünk érdekében. Mielőtt azonban ez az előadás elkezdődne, én szeretném felkérni vállalatunk vezérigazgatóját, Honc Lászlót, hogy mondja el is őt köszöntőjét. Köszönöm szépen! Köszönöm. Először is én is szeretném köszönteni vendégeket, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Ugye eljött régül a várólás nap, legalábbis én nagyon vártam minden évben ezt a napot, hiszen az mellett, hogy nagyon sokat tanulok minden egyes alkalommal, mert a finom süteményen is kedves. Úgyhogy mindenki köszöntök nem csak a fővárosokat, hanem a másik két cégtől, illetve még, ha jól tudom, a munkatársaknak a hozzátartók is jöttek, úgyhogy köszöntök mindenkit, és azt kívánom, hogy hát legalább olyan jót érjed a mai délután este, mint a korábbiak, és hát csak sokat tanuljunk, és ha jól hallottam, akkor itt egy kis aktivitás is lesz majd a lezőre, tehát nem csak előadásra számíthatunk, hanem egy kicsit majd mozogni is kell, vagy lehet, hogy csak az agyunkat verni a testünket, és nem tudom, meglátjuk, és minden esetre én várom, hogy mit gondoltok, bár mi kettő egy kicsit beszélgettünk már, és én már tanultam valamit az előre, ezt nem állom, ez valami. Kívánok mindenkinek sok élményt mára, és jó szórakozást és jó tanulást. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig szeretném megkérni az együttet, hogy mondja el, Gövi, köszöntőjét, köszönöm. Hát ez nagyon rövid lesz, mindenkit szeretettel és tiszteletettel köszöntök. Tényleg ez egy 4 éves fórum már, reméljük már hagyományá, jegyetesedett, kiérdelődött, szerintem érdemes itt lenni, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. És aki innen nem boldogan megy haza, az vessen magának. Köszönöm szépen, és mindenképpen. És így is van, így aztán szeretném átadni a szót dr. Bagi elnökének. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Mindenkinek jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy együtt vagyunk. A hölgyekkel tegeződöm már jó előre, mondom, férfiakkal magázódom, de örülök, hogy vannak itt férfiak is köztünk, és nagyon remélem, hogy aki itt van férfi, és netán nincs itt a párja, hozzon viszi azokat a módszereket, amiket ma itt együtt tanulunk. Pszichofitness, ugye nagyon fontos, hogy lelki fitness, erőllét. Hát hogyan lehetünk jó lelki erőllétben, hogy élvezni is tudjuk az életet, hogy legyen az életünknek egy minősége. Hát a boldogság az egy kicsit fellengző szó, de azért mégis szívesen használjuk, mert szeretjük jól érezni magunkat a bőrünkben. De hát hogyan? Ez nem adatik meg csak úgy magától. És a pszichológia, egészségpszichológia rávilágított arra, hogy tehetünk érte, tehetünk az egészségünkért, talpomaradásunkért, megküzdési képességünkért, tehetünk azért, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és olyan kutatásokat folytattak, egészségpszichológiai kutatásokat, amikben nagyon érdekes módon nem az iránt érdeklődtek, hogy mi betegít meg, mert ezzel foglalkozik az orvostudomány, hanem azokat összegyűjtötték, azokat az embereket, akik mindenfajta rossz stresszhatás ellenére nagyon jól tudtak létezni örömmel, szívesen, boldogan, vagy derűsen, és jól érezték magukat a bőrükben. És akkor az volt ugye a hipotézis, megnézzük, hogy ő mit tud. Ugye, ha te is ezer is stressz alatt vagy, te itt virulsz. Szóval tudsz valamit, valamit, hogy mi az, ami így erőlétben tart.
és ez a, úgy mondjuk hivatalosan paradigmaváltás, ez a nézőpontváltás, és az ezzel kapcsolatos kutatások nagyon-nagyon jó eredményeket hoztak. Így alakult ki tulajdonképpen a lelki értelemben vett fitness mozgalma is, irányzata, amelyik magába foglalja persze a stresszkezelés tudományát. De hát ugye mi a stressz? Stressz az, amit annak érzel. Ettől igazi definíciót azért nem tudok adni, hogy akármi lehet stressz, ami a te személyes életedben olyan, hogy izgalomba jössz tőle, tehetetlen vagy, beszorulsz, nem tudsz mit csinálni, és hát ilyen bőven adódik. Ugye amikor egy frusztráció, egy meghiúsulás, te tennél valamit, szükséged volna valamire, és akkor ott az akadály előtted, hogy ez milyen típusú akadály, akármi, az akadályra úgy reagál a lélek, hogy egy olyan magas feszültségszint keletkezik benne, most én elmesélem azt, amit mind ismerünk és átértünk, egy magas feszültségszint, amikor néha az indulat is úgy előtt, hogy úgy érezzük, hogy még a hajszálunkban is indulat van, ugye az dühös, ugye begerjen, dühös az ember. És ezek az izgatott belső állapotok, ezek szimpatikus idegrendszeri izgalommal járnak. Van egy vegetatív idegrendszerű két pólusa, a szimpatikus működés és a paraszimpatikus. A szimpatikus idegrendszeri működés az, ami adrenalinnal vagyunk töltve, amikor ugye azt érezzük szinte, hogy ez ebbe a beszorított, beszorult helyzetünkben nem tudunk mit csinálni, és ugye a magyar nyelv nagyon szép és plasztikus, mert azt mondja, hogy te szorulsz, szorogsz. Beszorítottság egyenlő szorongás. Ezt nyomon tudjuk kísérni, hogy mi történik, hogy áll elő, hogy akármi stressz lehet. Ami neked stressz lehet, hogy nekem nem az. Mert az ugye attól függ, hogy te milyen tapasztalatokkal és készségekkel rendelkezel, hogy egy adott helyzetet megold. Te meg tudod oldani, én nem tudom megoldani engem ugyanaz a helyzet stresszel. Persze, tudjátok, hát vannak ilyen általános stresszek, katasztrófák, földrengés, természeti csapások, haláleset és itt, ami mindenkinek egyetemes stressz, de ezen kívül tulajdonképpen újra mondom azt, hogy akármi stresszé válhat, amennyiben elérem azt az állapotot, hogy tehetetlen vagyok, hogy szeretném a helyzetet valahogy túl lenni rajta, megoldani, de nem tudom, nincsen rá eszközöm, van olyan, hogy még nincs rá eszközöm, mert egy olyan új helyzet, hogy nem tudok, még nem értek hozzá, nem tudom esetleg megoldani, és van olyan, amikor már nem tudom megoldani. Tehát bármilyen a tehetetlenségi helyzet, ha ez előáll, ez frusztráció, regresszió, agresszió. Hát most három műszót használtam, a frusztráció a meghiúsulás, a regresszió az egyszerűen szólva, amikor levész a színvonalad alá. Amikor ugye gömbölyünket mondunk, nem is akarok élesebben fogalmazni, amikor ugye kitör belőlünk valahogyan, legalább szabadon a nyű, a méreg, és ugye a férfiak ebben időszakosan jelesen tudnak működni, az a baj, hogy időszakosan. Mert hogy nincs egy folyamatos és egy kicsit emeltebb szintű ilyen kanalizációja a feszültségnek, de ma arról is szó esik, hogy mennyi ilyen van, és jobb, hogyha ezzel élünk. Tehát ugye a feszültség egy utat kívánna magának, igen ám, mert a stressz többé, hogy üss vagy hús. Na most próbáld meg, egyik sem, mert nem lehet kifutni a helyzetből, és nem is lehet neki menni a másiknak, és az a dű és visszatartott feszültség, ugye levegyük a színvonalunk alá, igen. Nem úgy viselkedünk, mint máskor szoktunk. És ugye az, hogy agresszívek leszünk, hát az azért van, mert rá kell világítanom arra, hogy mennyire bölcs a szervezet. Mert a szervezet, amikor éri az a kihívás, hogy csinálj már valamit, mert lényegében erről van szó, akkor stresszelünk, hogy csinálj már valamit, és nem tudok mit csinálni. És ebben az állapotban közben a szervezetnek megy ugye a parancs, hogy akció. Na most, ha akcióra megy a parancs biológiailag, akkor az történik, hogy a idegrendszer és a hormonális rendszer, mellékvesevelő, mellékvesekéreg, pajzsmirigy és itab, mind az izgató, ugye az akcióra fölkészítő hormonokat bedobja a vérbe, és akkor mi történik? Emelkedik a vérnyomásod, feszülnek az izmaid, hát akció, hát akkor a szervezet teljesen arra áll be minden működése, hogy segítse, hogy te egy megoldás felé fogsz menni. Csak hogy nem tudok menni, te se tudsz, én se. És beszorultan úgy maradunk, hogy magasabb a vérnyomás, hogy a szív gyorsan dobog, hogy érezzük azt a feszültséget, hogy már ugranánk. És ugye ez mint egy visszatartott feszültség, egy ilyen tehetetlen agresszióban nyilvánul meg.
És ugyanakkor meg miért lesz magas a vérzsírsav szint? Azért, mert égetés következik, az akcióhoz kellenek zsírok, a májból megy be a zsír, ugye a depóból, a tartalékokból, és a vércukor is azért lesz a magasabb, mert gyorsan kell égetni, a cukor gyorsabban ég, és akkor magas lesz a vércukorszint. Na most itt áll előttünk valaki, aki képzeljünk el, hányszor vagyunk ilyen állapotban. Fölkészültünk az akcióra, magasabb vérnyomásunk, magasabb vérzsírsav szint, magasabb vércukorszint, ilyen feszült különösen nálunk nőknél a nyakunk, rettentően meg tud feszülni a vállöv. Akcióra föl vagyunk készülve, akció meg lefújva. Sajnos ez van. Most a szervezet nagyon okos, mert ugye felkészített téged az akcióra, le van fújva az akció, szép, lassan megnyugszik. Most gondolkodjunk együtt, hogy mi van akkor, hogy még el se érte ezt a szép lassú megnyugvást, jön az ujjam nyakon önt, és jön megint valami. És akkor már azt mondja az okos, nagyon okos a szervezet, nagyon tanulékony, sajnos, mert ezt a rosszat is megtanulja. Hát akkor már úgyis jön a következő akció, lesergedem a vérnyomásom, akkor már marad a magasabb vérnyomás, állandó akció készültségbe tartom magam, és akkor már jönnek, hogy magasabb vérzsírsav szint, magasabb vércukorszint, és jönnek a pszichoszomatikus tünetek. Úgy gondoljátok el, hogy a pszichoszomatikus összefüggést a századunkban most, az elmúlt évtizedben fejtették meg. Azt a misztikus nagy ugrást, hogy hogy lehet az, hogy lelki tényezők hatására a tested megbetegszik. Most az egész folyamatot nem fogom elmondani, csupán arra utalok, hogy úgy gondoljátok, hogy érzelem molekuláink vannak, hány érzelmed van a világon, és sokféle érzelmi állapotot tudunk átélni. Most képzeld el, hát ha veszek a kezembe egy poharat, minden egyes érzelmednek, mintha egy kikevernénk egy koktélt, megfeleltethető egy bizonyos hormon koktél. Ezek az érzelem hormonok, amikor értéged az a bizonyos hatás, az érzelem hormonok elkezdenek ugye fölszokatni, és akkor hova mennek ezek a hormonok? Jelölt sejtjeink vannak. A szervezetünk összes sejtje olyan szempontból már meg van tanítva, programozva van, hogy melyik koktél majd hova fog igyekezni, melyik sejtünk fogadja. El tudjátok ezt képzelni? Fantasztikus a dolog. Szóval például most mondok egy példát rá, nagyon be vagyok dühödve, és ugye ezeknek megfelelő hormon koktél, az attól függ persze, hogy esetleg az én fölnövekedésemben anyukám, apukám mennyire szelídítgette az én ilyen agresszióimat, mert akkor mellé kerül a izgató hormon mellé, ugye a szimpatikus aktiváló hormon mellé, még ilyen jóságos anyai hormon, oxitocin, endorfin, női nemi hormonok, szelídítő hormonok. Van, akinél ilyen szelídítő hormonnal együtt megy le a megfelelő helyre, de van, akinél nincsen szelídítő hormon. Mert ugye azért ő nem bántak annyira jól vele, vagy otthonról nem hozott ilyen programot magával, akkor képzeljétek el, hogy ez megy, ez a bizonyos, és hova, és a dű, az ellenségesség, a harag, a dű, kedvenc fogadóhelye, ahol már várják, programozva van, hogy a szervezetednek milyen sejtjei fogják fogadni az odaáramlást. Na hát most, ha dühös vagyok, akkor az én hormonkoktélom mind oda menne a szívkoszorú erekhez. A döntő többség oda menne, összehúzza a szívkoszorú ereket, dühös vagyok nagyon, összehúzódnak a szívkoszorú ereim, és mi következik ebből? Egyszer, kétszer, párszor, és akkor nem kap a szív megfelelő vérellátást, és előáll az infarktus. És akkor azt mondják, pszichoszomatikus betegség, ne izgasd magad annyira, csak hogy itt most szeretném felelősséggel kiemelni, hogy sajnos a stresszeket nem kerülhetjük el. Barbara Fredrickson, egészségpszichológus kutatónő, világhírű azt mondta, és teljesen egyetértek vele. Ha komolyan veszem az orvosok intelmeinkről kerüld a stresszeket, akkor nem járok munkába, és ritkítom a családtagjaimat. De most komolyan gondoljatok már bele, hogy mitől van többet, és mitől, aki fontos, és ami fontos, a többi nem érdekes. Úgyhogy pontosan a stresszek elkerülhetetlenek. Ezért az egészségpszichológiának 1000%-ig igaza van, egyet tehetünk, hogy felkészülünk rá, tudatosság. Azt a fogalmat hozzák, egészségtudatosság. Ha én tudom, hogy mit tehetnék, akkor hát vagy megteszem, vagy nem, de az már azért személyes felelősségem. És azért ezernyi olyan tudományosan megalapozott technikát, kis apró gyakorlatokat és komplex összetett módszert dolgozott ki, amit ajánl nekünk, hogy jól van, bánj a stresszeiddel így tudatosan, egészségtudatosan, tanulj meg egy csomó mindent. Na így született az, amit én magam összeállítottam és stresszkutatással foglalkozom, és a nagyobb munkáim, a nagy doktorim is mind olyan témából készül,
hogy a relaxáció, autogén tréning és hasonlók hatásmechanizmusának a vizsgálata. Tehát tulajdonképpen ez a terület, ami engem nagyon-nagyon érdekel. Na most így alakult az, hogy a tudományos kutatásaim révén meg sokféle forrásból tanulmányozva állítottam össze egészségpszichológiai alapokon az úgynevezett pszichofitness, de nem én adtam ezt az elnevezést. A testnevelési egyetemen volt egy kurzusom, és ott hát ilyen wellness, fitness és így tovább, ugye amire ők már felkészülnek, hogy hogyan is irányítsák, tudjátok, már a wellness hétvégéken is programok születnek, hogy te ne csak úgy lubickolj, hanem tudatosan, hogy töltsd el okosan az idődet. Na minden esetre egy kurzuson volt, és akkor hát ezeket a gyakorlatokat, amiket majd ti is megismertek részben, hát ugye együtt gyakorolgattuk, megtanulták, és mondták, hát ez tiszta pszichofitness. Na így született ez az elnevezés, mert egyébként stresszkezelés volt magának a kurzusnak a címe. Na így lett pszichofitness. Na most ez olyan nagyon könnyű is vagy a fejünkbe is betenni, mint ahogy a kezünkön öt új van, öt olyan fontos téma van, amihez majd hozzá kapcsolom a mondani valómat, mindegyik nagyon praktikus, nagyon gyakorlatias. Azt is megtanuljuk, megértjük, hogy tulajdonképpen az eszközeink, hogy mi jól érezzük magunkat a bőrünkben és egészségben maradjunk, az előttünk hever, mint lehetőség. Öt ilyen témáról szeretnék beszélni. Kacogás, kocogás, lazítás, érintés és segítés. Ez az öt szó. Így legalább mindig tudni fogjátok, hogy hol járunk éppen ezen az úton, hogy most melyik kulcsszóhoz tartozó ismereteket fogjuk együtt átgondolni. Akkor mindjárt kezdjük az elsőnél, a kacogásnál. Nézzétek, ezt már Magyarországon tapasztalatom szerint mindenki tudja, hogy a nevetés jót tesz. Egyáltalán a nevetés egészségesség, ez segíti az egészségünket. De hogy hogyan? Ez egy különleges folyamat, maga a dehű, a vidámság, az, hogy például a mozgatom ezeket a bizonyos izmaimat, ugye a mosoly izmokat, hogy elhúzom a szám, hogy a mosoly izmaimat működtetem, az már valami olyan fontos, és mindnyáján így vagyunk programozva. Mert az biztos, hogy minden olyan pályarendszer, amelyik az izmaink megmozgatása kapcsán az agyunkba változást csinál, ugye ezek olyan ősi programok, amikre számíthatunk, na azt mutatták ki. Nem csak, hogy ha elnevetem magam, vagy nevetünk együtt, hanem maga a mosoly is óriási jelentőségű. Amikor elhúzod a szád, és hát ez óriási dolog, az amerikai keep smiling, keep smile, ezt ismeritek, ugye ezt a hogy úgy mondjam, divatot, hogy ott olyan kötelezővé teszik. De hát nem csak praktikus szempontból, mert a mosolyra mosoly válasz következik, mert ez a pici babánál is. 8 perces újszülött. Ha fölé hajolsz, de cici magasságban kell, mert különben a félvak rövidlátó. De így van, de ezt a távolságot, ezt nagyon jól be tudja bentészni. Úgyhogy a föléhajló mosolygó arcra mosoly választva reagál. Tehát mi hozzuk magunkkal ezt a bizonyos, tulajdonképpen szociális, mert üzenete van. De ugye elhúzta a baba a száját, de mi hogy értelmezzük, hogy értékeljük. Elhúzod a szádat, az örömközpont, nukleus accumbensnek hívják, elkezd tüzelni. Miért? Mert egy pályarendszer úgy van programozva, hogy azt kezdje, mit csinál akkor a szervezet, mikor az örömközpont tüzel. Akkor megy le az immunrendszerhez a parancs, működj jobban, öröm van, jó érzés van, és működj jobban. És a másik irányba pedig az endorfin termelő sejtek elkezdik az örömhormon termelni. Most örömhormon, az tulajdonképpen fájdalomcsillapító is nagy rész, és kedélyjavító. És a szervezetnek vannak olyan sejtcsoportjai, és most a fiúknak nem szabad ide hallgatni, ide figyelni, de a lányoknak mondom, hogy a hasi zsírpárna tele van ilyen sejtekkel, amik termelik az örömhormonokat. Ezért, hogyha netán elkapott bátkódása, amiatt, hogy úgy érzed, hogy egy kicsit valahogy már nagyobb a keletén, akkor gondolj arra, hogy valóban mindennek megvan a pozitív oldala, és ez a pozitív oldala, és ez nagyon jó. Na tehát ugye a mosoly, az reflexesen kivált a szervezetben egy csomó jó mozgósít, egy csomó jó folyamat. Az amigdala nevű agyi mag, ez a jobb agyféltekében van, az a lényeg az érzelmi agyféltekre, a jobb agyféltekes adagon, ez a bizonyos amigdala, amelyik a dűnek, meg a, és egyben hát a
elsimuló jó érzéseknek is egy ilyen emocionális, gerjesztő központja. És amikor elhúzott mosolyra a szád, azt az agyat nem tudja, hogy te a szívből teszed, nem szívből teszed, hogy teszed, mert értsük meg, reflex folyamatokról van szó. És elindul ez a reflex mechanizmus, egy Ekman nevű kutató mimikával foglalkozott, mimika kutató azt igazolta, hogy amikor fölteszed az arcodra a mosolyt, kisvártatva 30 másodpercen belül, azt jelenti, hogy fél percen belül, a tökéletesen kivitelezett mosolyból olyan átélt lesz, hogy az amigdala olyan feszültségeket kezd csapolni belőle, ami ártalmadra volna, ha bemaradna. Hát akkor miért nem húztuk el mosolyra a szánkat? És ha netán nem tetszik, mert azt mondjuk, nem fogok ilyen álmosolyt fölteni. Hát gondold el, 30 másodpercen belül a szervezetedbe az álmosoly, amit te csak föltettél, valódi mosolyjá alakul. És nagyon nagy hasznod lesz belőle. Mindenkit arra beszélek rá. Csak tegyük fel a mosolyt az arcunkra. Miért? A New York-i Columbia Egyetemen csináltak egy kísérletet. Képzeljétek el, mi vagyunk, akik a metróból jövünk ki, telve alkotalommal, ezzel, azzal, és pszichológusok elénk ugrálnak is ránk mosolyognak. És persze kukkolták videóval, hogy mi történik. És a következő volt nagyon érdekesen, hogy egy ilyen pici kis meglepetésszerű, hogy ő ismerem, biztos ismerem, hát hogy a rám mosolyog, biztos ismerem, és utána mosoly válasz. És alig volt néhány ember, aki vagy elutasított, mit akar itt, vagy ilyesmi, és amikor ezeket megállították, és kérdezték, hogy hát mi a probléma, akkor hát elmondták, tele gonddal, bajjal, vagy éppen betegek voltak. Tehát aki képtelenek a fordulatszámot felvenni, és azt a természetes választ megadni, ami reflexes bennünk van, mondom, a pici babában is benne van, hogy visszamosolyog. Tehát mosolyogjunk, ez az első, de hát ettől sokkal jobb. A mosoly az a nevetésnek az előszobája. Egymásra mosolygunk, akkor na, hát adódik egy kis helyzet, könnyen adódik olyan helyzet, hogy kibújjon a nevetés. És akkor ezt szeretném megkérdezni, hogy már elgondoltátok, hogy miért van az úgy, hogy úgy nevetünk, hogy ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi-hó. És miért nem mondjuk azt, hogy hú-hú-hú? Elgondoltátok, hogy nem mondjuk, hogy hú-hú. Nincs benne a húhogás, nincs benne a nevetés repertoárban. És egy Pap János nevű a Zeneakadémián elektroakusztikus, az a dolga, de különben ragyogva a muzsikál betűnál. És ő kutatással foglalkozik, és a hangokhoz kapcsolta hozzá a különböző hangokhoz, hogy milyen élettani változások vannak, mert elektrónákat fölpakol, meg minden nézi, hogy milyen változások, hogy mikor különböző hangokat adunk ki. És úgy gondoljátok el, hogy például azért is nagyon-nagyon jó a nevetés, mert a nevetés hangjaiba előforduló magánhangzók, mint nagyon feszültségen vezetők, de az ú egy ilyen urizáló külön hang, érdekes, nincs benne a nevetés repertoárban mindegyik nevetés hang. Ai, jó, mindegyik nagyon, ugye, amik benne vannak, külön hi-hi-hi, hát a vihogás nagyon jó tesz. És ugye minden ilyen, amikor ilyen hangokat hallunk, mikor hangot mondunk, most jönnek a fiúk, és most nagyon figyeljenek a nőtársai is, mikor azt mondom, kifújom magam. Miért mondom azt, hogy kifújom magam, mikor hazamegyek, leülök, na most már kifújom magam. És tényleg fújsz egyet. És amikor fújolnak a mi szeretteink a meccsen, fújbíró, 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 milyen jó, óriási, rengeteg feszültséget. Milyen, mert az fú hang magában, sőzön a fújás, óriási jelentőség. Mit csinál velünk a fújás? És akkor most azt szeretném kérni mindnyájatoktól, ha úgy érzitek, hogy nagyon feszültek vagytok, vannak ilyen pillanatok, hogy már mit csináljak, ma feszült vagyok. Odassa neki, azért nagyon fontos, hogy a kontrollt azonnal tudhatod, meg tudod oldani. Hogy? Hát, hogy úgy fújjunk, hogy képzeljétek el, 5 hosszú kilégzés kell. Nem kell strapálni, nem kell több, 5. Tudományosan igazolt, 5 hosszú kilégzés. Hogyan? A belégzés nem kell manipulálni, akkor az ember szívja a levegőt, nyújtatva van egy központ, amelyik azt előidézi, hogy te annyi vagy annyi levegőt szívjál be. Mert szívod a levegőt, és elkezded fújni. Most hosszal, és már nincs elszupla, még egy kicsit ráteszel hosszal. És akkor utána érzed, hogy de jó te leszívni a tüdődet magától, persze az ember jó nagyokat lélegzik, 5 ilyen hosszú kifújás. Tudjátok, mi történik mindnyájunkkal? Ez egy reflex, nekem is van, nekem is. Mikor a szív, tehát mikor fújom ki a levegőt, a szívhez megy egy reflexet parancs.
lassíts, lassíts, minél hosszabb a kiégzés, annál hosszabb bemegy a szívedhez, ami egy központi érzelmi motor, ma már nagyon sokat tudunk a szív és érzelmek összefüggéseiről. Vagyis, hogy hát gondoljátok el, ugye, hogy lényegében a haraggal gyilkoljuk meg a szívünket, az ellenséges érzelmeket. Na, szóval fújjuk ki a levegőt hosszan, hosszan, majd másodszor beszívjuk, fújjuk hosszan, hosszan, hosszan. Még aki ügyes, még az úgynevezett apnoét, azt a pici légzésszünetet is megcsinálhatja, hogy közben nem léleg, és aztán annyira felszívod magad. Nem kell több egy végtébe egyszerre, mint egy ötös széria, és a szív szépen úgy csitul, a működését teljesen a normális ritmusra állítja be, akármilyen tahikar gyorsan működik, szépen lelassul normális méretűre. Milyen mérték a normális, ami benned, benned programozva van? Kinél 72, kinél 68, kinél, az programozva van, hogy mi, és ugye ezt nevezzük a saját baseline, saját alapértékünknek, ami mindenkinél megmérhető, hogy mennyi. Na képzeld, olyan okos a szervezet, hogy oda talál vissza, öt ilyen hosszú kilégzés, és akkor utána mi történik? Hát miért, ha a szív lassul, akkor miért nyugszom meg? Mert hogy megy az agykérekhez föl, a formáció retikul, ez egy hálózatos szerkezet, az agyban minden agyrészhez megy ilyen oldalsó, kollaterális, azt mondjuk ilyen oldalága, viszi az üzenetet, hogy már lenvéke van, mert tessék itt is megnyugodni, és föl az agykéregig, és az agykéreg elektromos feszültség elkezd csökkenni, gyors izgatott bétákból normál béta hullám tevékenység lesz, majd alfa felé megyünk, alfa téta, és akkor már relaxált állapotban. Ezt el tudjuk érni. És hogyha el tudjuk érni, akkor azt mondom mindenkinek, akkor mit izgulsz, ha izgulsz? Hát azonnal nem tudod szegelni az izgalmadat. Csak hogy ezt ki kell próbálni. És én bármit fogok most elmondani, nem kívánom, hogy nekem higgyetek, de remélem a saját tapasztalatnak fogtok hinni. Ezek tudományosan igazoltak, minden szavamért felelősséget vállalok, ki kell próbálni. Kuning próbálja is a megelést. Próbáljátok! Sok mindent fogok mondani, ilyesmit mindent próbáljatok ki. És ki fog alakulni valahogy olyan, hogy ezt jól esik nekem csinálni, ezt én bevezetem, ezt én megszokom, erre rászoktatom magam, és lesz a kezedben egy feszültség csökkentő eljárás. És hát akárhol vagy, akármilyen helyzetben, vagy mondjuk főnöki raportra mész, és így kalapál a szíved, hogy most mi fog következni, most bocsátanak el, vagy akár. Tehát remélem, most egy pont dolgot mondtam, soha ne fordulja el. De hogy gondoljátok el, hogy akkor te be tudsz menni olyan emelkedett nyugalommal. Na most hát árasztjuk magunkból ezt, árasztjuk a nyugalmat. És hogyha valaki kétli, hogy tudok testileg üzenetet küldeni a másiknak, akkor itt most mondom el, a szavas üzenetek 7%-át adják a jelentésre, 7. A hangszín, hanglejtés, ritmus, dallam, intonáció 38%-ot ad a jelentéshez, és 55%-ot olvas le maga az én testi üzeneteiből, akár akarja, akár nem, de én is a magáéból. Történik. Miért? Mert a jobb agyfélteke az érzelmi leolvasói, mondjuk a metakommunikációnak, a nem verbális, nem szavas kommunikációnak a leolvasó apparátusa. Vagyis, hogy akár tudatos, akár nem tudatos, és hogy hogy történik ez? Tükörneuronok vannak az agyamban, különösen inzula nevű kis agyrészben. Tükörneuron, kis tükröcskék. Akkor ott ül úgy, ahogy most látom, ott ül az én tükörneuronjaimban, és ugyanígy rögtön. Így lefényképezik a tükörneuronjaid a másik ember. De kölcsönös, és erről nem, ez nem tudatos folyamat. Tehát ezért belépek szorongva, nem kell ahhoz nekem ilyenre összekuporodnom, hogy a másik azt észlelje, hogy én rettenetesen szorongok. Vagyis, hogy az automatikus leolvasórendszer, amivel születünk, azzal születünk, és aztán rengeteg tapasztalattal föltöltjük ezt, és a tükörneuronokba, aztán a saját tapasztalatokba úgy fürdik meg, amit én látok, hogy ott nyer értelmezést, és gondoljuk el, külön pályarendszer van, ami megy föl a tudatos agyba az agykérekhez, mert az agykérek, ugye a beszédközpont, így tudjuk elmondani, hogy én most látom, hogy te milyen figyelmesen hallgatsz engem, és arról esik ezt mondani, mert ezt látom. De hogy én ezt látom, hogy én ezt leolvasom, ez onnan jön, hogy a tükörneuronjai automatikusan megcsinálják. Most nagyon kérlek benneteket, gondoljátok át, hogy mindig üzenünk egymásról egymásnak, mindig küldünk üzeneteket, ráadásul úgy,
hogy nem is tudjuk, hogy miket. De csak akkor tudod, ha tudod, milyen gondolatot raksz a fejedbe. Mert a gondolat hatalma olyan ám, hogy te beraksz egy gondolatot a fejedbe, és akkor a szervezeted egy olyan szolga. Az az üzenet, hogy most bemegyek olyan módon, hogy én most megmondom a vezérnek. Én most belépsz egy ilyen gondolattal, és képzeld, ő azt olvassa le rólad, hogy te fel vagy készülve. És egész máshogy fogad most, nem akarok még ettől veszebbre menni, de bizonyára értitek, hogy a mi fapados kultúránk, amelyik nem tanítja a pszichológiát, lényegében az ilyen ismereteket is mind azoknak adja, mint titkos ismereteket, akik lényegében a másik ember manipulációját szolgálják. Most ez nagyon durva dolog, hogy ezt mondom, de valóban. Ugye a hivatásos kommunikátorok azok, akik megtanulják például ezeket a dolgokat, és használják is. Hogy például most ugye ül itt úgy, hogy összeteszi a kezét, ha én benn gondolatban ugyanezt teszem, akkor mi úgynevezett egységtudat állapotába kerülünk. Vagyis az én agyi elektromos működésem és a magája akarva akaratlan ugyanaz lesz. És potenciálisan abszolút nem van a lehetőség, hogy tökéletesen megértsük egymást, akár miről kezdünk el beszélgetni. De most miért mondom mindezt? Hát lehet, hogy egy kicsit mondásom, de ezek nagyon-nagyon komoly dolgok. Nekünk ezekről tudni kell. De már most magam azon kapom, hogyha ugye a mosoly nevetés kapcsán ilyen messzire megyünk a kommunikáció titkaiba, akkor azért magáról a gyakorlatok lényegéről nem tudok eleget mondani, már pedig a nevetésről muszáj elmondanom, hogy amikor mi ezt a ha-ha-ha, he-he-he, ho-ho-ho, stb. Ezt ugye kiengedjük magunkból, szaggatott hangokat. Olyan óriási mennyiségű feszültséget lökünk ki magunkból, és ez a feszültség minket károsítana. Bennünk van, tehát nevetni Isten áldott a feszültségcsökkentő eljárás. Na de vegyük mondjuk a leghétköznapi dolgot, hogy van egy emésztésünk például. Rossz az emésztése. A New York-i egyetemen csinálták meg ezt a kísérletet, összeszedtek olyanokat, akiknél már csak ilyen robbantásos technikával lehetett manipulálni, hogy valami produktum legyen, nem volt szabad nekik egyáltalán alkalmazni semmilyen saját módszert. Aláírták, hogy egy hetes órán vesznek részt. Minden reggel éjgyomorra nagy nevettetők filmjeit nézették velük, és az ötödik napra a reggelet állók is. De miért van ez így? Mert a lekeszizom, ugye, ami elválasztja a mellkasi asszerveket, olyan, mint egy férfi kalap. Ráülsz, ez a belégzés, kilégzek, a borja hívhez odaszorítja a tüdőt, és akkor mi történik, amikor a lekeszizom, ez a nagyon erős azon, hogy a hasat elkezdi nyugni lefelé. Hát tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, a kacagás, zsigeri kocogás. Mert olyan módon masszírozta meg a beleket így, és olyan módon fogja munkába, hogy azért azok a renyhe belek, amik annyira nem akartak már működni, azok újra elkezdenek, a peristaltika úgy mondjuk, vagyis az a természetes mozgás beindul. Szóval ugye viszonyára tudjátok, a nevetős ember nem szépszorulós. Ezt egyébként tapasztalatilag megállapíthatjátok, ez így van. El lehet nevetni az annyi, mint a zenészési folyamatokat is rendezni. Az ettől sokkal jelentősebb dolog is van. Norman Cousin nevű orvosíró egy gyógyíthatatlan betegséget kapott, és hát miközben egy nagyon komoly kezelés előtt állt, nagyon nekikeseredett, és hát gondolt egész életében annyit dolgozott, és nem jutott hozzá, hogy nagyon szerette a nagy nevettetők, de ilyen ősi ezek a klasszikusok, Chaplin, Buster Keaton és így tovább. És akkor ezeknek szépen fogta a filmanyagát, akkor még a videó, fogta és nézte ezeket, és gondolta, hogy fölüdítem magam ezzel. De észrevette, hogy csökkennek a fájdalmai, és észrevette, hogy egyre jobban érzi magát. Mire két hetes ilyen otthontartózkodás, várakozás idő után bement, hogy elkezdjék a nagy drámai kezelést, ugye a fitosztatikus kezelést, azt mondta, mit csinált az immunrendszerével? Nagyon jó állapotban van az immunrendszer. Hát mit csinálta volna? Fájdalmai csökkentek, nevet kértem. Mert néztem a filmeket, és jól éreztem magam, és elfeledkeztem a bajomról. Na most akkor ő letette a voksot, amellett, hogy a nevetés gyógyító. A nevetés immunstimulás, a nevetés az gyógyító hatása. Tehát ugye a tudósoknak a fő jellegzetessége a kételj, hogy kételkednek, úgy van, azt mondják, majd megvizsgáljuk. És akkor megcsinálták a vizsgálatot, és ezt a Harvard Egyetemen csinálták világra első az egyetemek sorában. Ki
Képzeljétek el, hogy vettek olyan csoportot, tehát ugye csoportok, akik részt vesznek a kutatást, nem mondjuk mi vagyunk az a nagy populáció, akik megcsinálják a kísérletet. Akkor ugye itt vannak a színe morgó, azt mondom, nem beteg, egészséges, vagy nem tudom, hogy ki az egészséges, normális, én rég nem tudom. És azért nem tudom, mikor ő pszichiátria órán kérdezik, első professzorom, mert nagyon nagy ember volt, hogy Miklós, bementünk a pszichiátria órájára, és mondta, hogy hát hölgyeim és uraim, az első, hogy megismertek el önökkel ezt a fontos kérdést, ki a normális? Majd pedig kapunk egy kis szünetet, és mondjuk a határszünetet, akik nem ismerek közelebbről. És ez olyan mélyen belépésődött, hogy akármiket tanultam meg később a normalitás osztályozására, meg minden, ez óriás. Na szóval, vannak problémáink is, mondanám. Van egy Paul Vaclavik nevű kaliforniai pszichológus, abszolút a szívembe zártam, kommunikáció, elméleti szakember, nem él már sajnos, aki azt mondta, és ez az én hitem is. Velem sincs minden rendben, veled sincs minden rendben, és ez így van rendben. Hogy már elszálljunk abba a kőkbe, hogy mi problématlanok vagyunk, nincsenek konfliktusok, mi egészségesek vagyunk, normálisak vagyunk. Ez a statisztikai, de nem megyek vele most ne vagy ki. A normalitásnak a tudományos megvitatásában, de mi akkor itt vagyunk, ez a csoport, akkor lesz egy következő csoport, akiknél mondjuk szeretni bánat vagy egyéb okából egy kicsit beleszomorodtak az életbe. Azért mondtam szeretni bánatot, mert fiatalokkal csinálták, egyetemi hallgatókkal, és valóban összeszedték azokat, akik éppen ilyen párkapcsolati válságban voltak, és nagyon bánatosak voltak, ugyanis a legyhangoltság, a levertség, szomorúság immungyilkos. Úgy nevezzük, hogy ugye immunszupresszió. Hogy ne legy az ima. Ha elbánatosodsz, légy nyugodt, az immunrendszeret padlóban. Nagyon oda kell üzenni neki, nagyon felelős vagy értes, nagyon oda kell üzenni neki, nem akarlak gyilkolni, egészséges akarok maradni, miért? Mert az immunrendszeret felelős a betolakodókért, de belül is vannak betolakodó ellenségek, nem csak kívülről jönnek. És ezért nagyon fontos, hogy az immunrendszer ne bolonduljon meg, hogy elkezd ívni saját magát, például az épségek, ezek az autoimmunbetegségek, hogy összekavarodik. Nem tudja, hogy ki a saját és ki az idegen, és saját magát pusztítja. Na szóval nagyon felelősek vagyunk az immunrendszerünkért. Na akkor a harmadik csoport pedig azok a szorongók tulajdonképpen, ha nagyon stresszes vagyok, ez az akut szorongás mindjárt. Például van egy nagyon nagy tét, amely van feladat, aminek elébe nézel, és izgulj, szorongsz, vizsgahelyzet, szakszenszinkróba ismerizek mindezt az állapotot. Na ilyeneket összegyűjtettek, és akkor ha a nyál mintát levesszük, nyál, a nyálban van immunglobulin. Na most ez az általános sok élője annak, hogy hogy működik az immunrendszeret. Ha magas az immunglobulin, akkor nagyon jó az immunrendszeret. Na most akkor ugye megmérték előtte, hát ugye ennek a csoportnak volt. De hogy? Ugye ismeritek a tárgylemez? Mi az, amire a vérlemezke is, ugye ismeritek? Na most akkor mindenki kapott egy kis tárgylemez, és az volt a dolog, hogy többjönnek rám. Akkor mindenki leadta ezt a bizonyos vizsgálati anyagot, majd pedig mikor nagy nevettető félt, pont 20 percig. 20 percig nézették, és utána újra jött egy adag, amit le kellett adni, és akkor ugye, hát persze, nagy nevetések, dőltek a nevetéstől. Mind a három csoport dőlt a nevetéstől. És ugye ők nem igen tudták, hogy mire megy ki a dolog, miért kell nyálmintát adni, de a mutatók tudták. Összehasonlították, ugye önkontroll indító érték, filmnézés után 20 perc. Mondanom sem kell, hogy mivel az akut stresszben is lemegy, az itt elájul az immunrendszer. Az akut stresszben, mintha megijedne az immunrendszer, teljesen elájul. És a depresszív vagy szomorú állapotban meg immunszupresszió, tehát legyöngül, elgyöngül. Na most ebben a két csoportban erősen szignifikánsan, az azt jelenti, hogy tudományosan bizonyítható, erősen jellemző módon megnövekedett az immunglobulin aktivitás. De még abban a csoportban is azt mondjuk tendencia szinten, tehát nem éri el a tudományosan abszolút bizonyítható, de már a tendencia látszik. Hát akkor azt kérdezem, 20 perc alatt az immunrendszeredet így hozhatod rendbe, talpraállíthatod, akkor meg miért hagyjuk, hogy olyan módon lepusztuljon az immunrendszerünk benne a savanyú állapotba, a szomorúságba, az elkeseredésbe, és van egy a rumináció, a rágódás. Na hát ez volt ellenségünk. Ne rágódj, engedd el a rágódást.
És hogyha tudod, hogy van, ha beleakadunk egy problémába, akkor az mozsolja az agyunkat állandóan. Na de úgy vagy, mint a hómezőn eltévedt vándor, ugyanoda jutsz vissza. Egy picit se tudsz előbbre jutni. Tehát ezeket az állapotokat, az ők sok. Leállítod. És akkor mit kell tenni? Muszáj, hogy menj el moziba, vagy nézz egy jó filmet, vagy hogy gyere, találkozz azzal a barátnőddel, aki, vagy barátoddal, aki viccben nekem. Van egy olyan papjaló, akivel járvas, akivel írtuk a ma még nem nevettem című könyvet. Ahányszor ezzel a fiúval találkozom, de a barátnőm a megmondhatója, aki itt van köztünk, hogy állandóan nevetünk együtt. Mert ő egy nagy viccmester, én meg egy hálás publikum vagyok. Én nem tudok vicceket mesélni, ő tud, és nagyon jól érezzük magat, megnevettem. Neked is van biztos olyan ismerősök, aki akár fa arccal is, de mondja a vicceket. Mert nagyon-nagyon jó, nevetni nagyon jó. És az, aki mondja ezeket a vicceket, azokat is megvizsgálták, és azok például a leghatározottabb a jó immunállapotban vannak. Mert ők élvezik azt, hogy folyton nevetnek körülöttük, és az ő csinálja, hogy így nevessenek a körülöttet. Tehát óriási jó. Férfi-nő kapcsolatban saját vizsgálat, ugye a Károly Egyetemet, mert rengeteg vizsgálatot csináltunk ebben a témában, és azt kell nektek mondjam, hogy például a férfi-nő kapcsolatban az a jellegzetes, és azt tekintik a nők nagyon sejmes jó helyzetnek, ha a fiú mond valami jó kis viccet, nem baj, ha picit fajzál, hát mert akkor alkotunk, tehát Istenem, és akkor nagyon jól érezzük magunkat ebben, nevetgélünk, és ugye nem csak az én kutatásaim hozták ezt ki, hogy férfi-nő együttesben legyen egy férfinak valami a zsebébe, valami olyan jó kis vicc, mindig kicsit trapálja magát, hogy legyen valami piagója, amit bedob egy női társága, tudni. Amerikában csináltak egy vizsgálatot, amiben azt nézték meg, a legkülönbözőbb foglalkozásokat, képzettségi szinteket mutatták meg, hát nagyon szép arcokat is, meg alkatokat, meg mit. Milyen férfit választanál magadnak? Na, lelki alkat szempontjából mit gondoltok? Ki volt, aki a nyerő volt, aki a leghumorosabb, aki a legtöbb viccet, aki legjobban föl tud deríteni engem, aki strapálja magát, hogy jobb lelki állapotba kerüljek. Tehát mi nők ilyenek vagyunk. Nagyon honoráljuk, nagyon hálásak vagyunk azért, ha valaki derűs, ha valaki viccelődő, szóval talpra esetnek látjuk. A derűs, viccelődő és ilyen típusú férfiakhoz olyan jó tulajdonságokat asszociálunk mi nők. Hát ilyenek vagyunk, ezt el kell fogadni, tehát ez nagyon jó. Na most azért komolyra fogva azokban nevetés, tökéletes és egészség. Tartok. Miért? Egyrészt, mert nevetni jó, mindig társas, mert ha én itt magamban nevetem, hát az ellenállapotomat kicsit mondhatom, hát nem nevetünk egyedül. Ez társas dolog. Ráadásul van egy olyan törvény, interakciós szinkronitásnak nevezi a tudomány. Mit jelent az? Interakcióba kerülünk, és szinkron annyi folyamatok alakulnak ki. Mikor mi itt együtt testületileg netán valami nevetünk, egységtudat állapotában vagyunk. Attól érezzük olyan nagyon jól magunkat, hát még a szárúzom fenyegetettségig tudunk nevetni. Mert megerjedünk. Mert a nevetés öngerjesztő, nem vettétek még észre, nincs ilyen tapasztalatok? Hál' Istennek! De ezek nagyon egészséges dolgok. Ne a szárúzommal törődjél, hanem azt. Nem azzal, hogy mennyire jó, hogy az egész szervezet minden sejtjét megdolgoztatja, óriási tömegű feszültséget ventillál, kanalizál, levezet, szinte utána bizonyára, amikor már könnyed és kijön a nevetésbe, utána egy elfáradás érzése, hogy relaxálsz. Ha annyira bele relaxálsz, hogy a valóságban bele fáradsz, sőt, néha rekeszizom, nem tudom, hogy tapasztaltátok-e, görcsbe kerül a sok nevetéstől, és szóra zoltanak a nevetésre, nem bírod abba hagyni. Azért, mert ugye ez egy öngerjesztő folyamat. De hát nem volna a mi kultúrában az emberiségnek ilyen abszolút kultúra függetlenül minden kultúrában létező feszültség elvezető folyosója. A nevetés. Nem nevetnék annyit és annyira, és nem találnánk ki azokat a nevettető dolgokat. Ugye a humor például. Hát a humor az micsoda. Az lényegében a megoldhatatlanul súlyos konfliktus helyzeteknek, amikor már nincs, megáll az ész. Ugye ismeritek ezt, hogy mert tényleg megáll az ész. De nem viccelek, hogy igen. Azért, mert az
emlékezés központ és a szorongás központ túl közel van egymáshoz. Tehát amikor beszorongok és tehetetlen vagyok, akkor valóban bezápul az agyam. Se kép, se hang. Szoktuk is mondani, megáll az eszem, se kép, se hang, és tiszta igazság. Mert nincsen, a kapcsolat nem működik jól, nem tudom a saját okosságomat használni. És ezzel mindnyájan így vagyunk. Na már nem akarok messzire terjedni ebben, hogy mi mindent köszönhetünk annak, hogyha mi valóban mint egy életünk részévé tesszük a nevetést, a derűt, a humor, és a humor paradox. A humor azért paradox, figyeljétek meg, hogy mi Adler úgy is nevezik a legmagasabb szintű, a legmagasabb pontszámot kapta a pszichológiai feszültség elvezető eljárások sorába. Annyira kristálytisztán hasznunkra van a humor feszültségcsökkentés és lelki takarítás szempontjából. Mert a humorban az van, hogy azok a megoldhatatlan helyzetek fejel tetejére vannak állítva, mikor nagyon elkeserítő a helyzet. Ugye akkor az úgy van megfordítva, hogy nevetsz rajta, na de mi van akkor? A bal agyféltekéd az, amelyik tudomásul veszi okosan, hogy nagyon nagy a baj, de nem tud segíteni. Mikor nevetünk, átadja a jobb agyféltekének ugye az érzelmi agynak, az érzelmi agy leüzen az immunrendszernek, az immunrendszer azt mondja, hát akkor nincs is semmi baj, majd akkor egészségben vagyunk és nem fogunk ebbe belebetegedni. Tehát biológiailag oldja meg a nevetés, a humor által az egyébként teljesen megoldhatatlan helyzeteket, és erre csak mi emberi lények vagyunk képesek. Mert ugye azt mondom nektek, ha jól figyeltek, hol van az inkongruencia, össze nem illés a humor mozzanat, amikor úgy valahogy leesik a tantusz és kiugyan a nevetés. Most mondok rá egy rövid példát. Én olyan sokat olvastam az alkoholizmus ártalmairól, hogy most már abba hagyom az orvosást. Csak van a pillanatban, amikor megfogod, ez az a pillanat, bizonyára érzékeltétek, mert ilyen a humor, hogy valahol a te okos agyad vár valamit, hogy ezt hogy folytatódik, de nem úgy folytatódik. És akkor az inkongruencia feszültséggerjesztő, és ezt nevetéssel vezetjük el. Na hát ebben áll a humor. Na most azt hiszem, hogy ezzel a területtel, mert még csak első kacagás, ezt az egyet, hát most estig itt leszünk, hogyha mindegyiket ilyen alaposan végig akarjuk gondolni. Egyébként meg valóban egy hatalmas nagy és csodálatos ismeretanyagról van szó, de elég, ha csak annyit viszel magaddal, hogyha nagyon feszült vagy, öt hosszú kilégzés, ellenfelejtsd, öt hosszú kilégzés, és akkor kis szünet után a legfeljebb még egyszer megcsinálod, feszültségelvezető, szorongáscsökkentő, biológiailag egészségvédelmező, és tudod, hogy jó egészség erősítő, immun erősítő, endorfin örökhormon termelésre biztatja a szervezetedet, ha jókat kacagsz. Nevessünk sokat, mosolyogjunk sokat, és ez nagyon jóvá teszi azt a klímát is, mert ragadós, ugye átragad a nevetés, hát jól érezzük magunkat. Na nézzük a következő témánkat, kocogás. Ez az a második volt, ugye a kocogás. James Fix nevű, két X-el írja a nevét, kutatóhoz fűződik a 60-as évek Amerikájában. Az a nagy gondolat, ugye rengeteg volt az infarktus a 60-as évek Amerikájában, és akkor valamit kell tenni, és akkor dolgozták ki ezt a bizonyos kardiotréning, hogy akkor ugye kocogni, és aztán a futás is. Tulajdonképpen a kultúrában ez az egészségvédő mozgás akkor költözött be úgy, hogy annyira elterjedt, hogy ma nem látsz olyan amerikai filmet, ahol ne lenne valahogy, hogy a parkba egymás mellett fognak el, ahol a szól és ítelmáról, és csulom vizes a, ugye ne izzadtad a trikó, és látjuk, hogy ez nagyon sportol, ez nagyon vigyáz az egészségére. Ugye ezek mind olyanok, amik komoly üzenet értékűek. Szóval így indult el, hogy a mozgás stressz kezelés szempontjából történő vizsgálata. Rég tudjuk, hogy milyen jó a sport, nem a versenysport, ami ugye túlhajszolással járhat, és ahol nem térek most erre ki. Én nekem nagyon nehéz tapasztalataim vannak, ugye nem szabad, hogy versenyistából csináljunk a sportból, hanem van egy határozott véleményem, hogy ahány kiemelkedő a tehetséges sportoló, mindenki mellé oda kellene tenni azt a pszichológust, aki foglalkozik a lelki életével, mert annyira rettentően függ a sport teljesítmény attól, hogy milyen lelki állapotban van az illető, és ezért felelősséget vállalok, amit mondok. Beleértve a mi magyar focistáinkat is, akikre külön nagy szükség volna, de reméljük fogjuk is majd segíteni őket. Azonban maradjunk csak annál, hogy a mozgásnak azon vizsgálata, hogy a stresszkezelés szempontjából mit jelent. Na most a
csodálatos dolgok kerültek ki. Például, és akkor mostantól már úgyis talán túl sokat ültetek, nagyon jó lesz, hogy egy picit mozgunk is. Egyből kiderült az, képzeljétek el. Vannak azok a típusú mozgások, ezek a nagy körző, balisztikus mozgások, ugye ilyen nagy kör, nagy röppályájú. És mindenki tudja, hogy a bemenekítő gyakorlatok a sportban általában ilyen balisztikus, nagy mozgások, ugraugrás, szökellés, nagy mozgás. Na most erről a stressz tudományt kiderítettek, képzeljétek el, hogy mivel ezt más idegrendszeri pályarendszer, úgynevezett extra piramidális, van a piramistája, a finom mozgásokat irányítja, és van az ősi nagy mozgásokat. Ugye, hogy éred valami, fölveszed a nyúlcipőt, menekülsz. Most ezeknek a nagy mozgásoknak az irányítója, ez a régi, archaikus, a finom mozgások előtti, alatti pályarendszer. Csak hogy ez alternatív kapcsolási viszonyban van a szorongás központtal. Ezt felfedezték, ez óriási dolog. Mert ha szorongsz és beszorult vagy, és rosszul érzed magad a bőrödbe, akkor gondolj arra, mindig gondoljatok arra, se baj. Van megoldás. Attól függ, használod-e a megoldást. Mert például, hogy tudod feloldani ezt az állapotot, hogy be vagy szorulva, és nagyon-nagyon magas a feszültségszint. Azt mondod, akkor levezetem. Hogyan? Hogy kikapcsolod a szorongás központot? Hát hiába kérem, hogy kapcsolod, de nem tudja az ember máshogy megtenni, mint hogy elkezd olyan, ami antagonizmusban van, tehát gyökeres ellentétben a szorongás központ, elkezdem a nagy mozgásokat. Na most igaz, hogy mikrofon van a kezemben, de most gondoljátok el, hogy. És egy olyan, hogyha megcsinálnánk néhány ilyen gyakorlatot, hogy szóval ugye képzeljétek el, hogy ugye nagy röppályájú mozgás, és hagyja, hogy hagy repüljön, szálljon a karom, ha akarom, ha nem akarom, szálljon a karom, elég mozgások. És ezt csinálhatom két kézzel, csinálhatom átlósan, és csinálhatom például van egy gyakorlat, minden nőtársamnak ajánlom. Ha 20-at reggelente fölkeltél, megcsinálsz, végbukolás hajlítással le, és föl. Le, és föl. 20-at ilyen. A vizsgálataim szerint, szóval szépen kikapcsolja a szorongás központot, eutónusnál írve. Az eu a görög szó összetételben helyes jót jelent. Vagyis, hogy azt a tónust én hiába mondom, állíts már be az optimális tónusat. Ez kétes, tényleg nem tudom megtenni. De hogy tudom beállítani? Hogy megcsinálok olyan gyakorlatokat, és a mérés szerint elég 20, sose szabad túl strapálni. 20 elég. Na most hát, ha még minden nap is megcsinálnád reggel, hát, ha még kis órátra néznél, úgyis mindig ugyanakkor kelünk föl általában, és azt mondanád, azzal kezdem. Még a fürdőszobában se teszem be a lábommal, kezdek 20 nagy mozgást, és akkor mondjuk, csinálsz 10 kar, mélybugolás a 20, 20 mélybugolás, ez mérve van, ne csinálj máskor a 20. Mélybugolás például, és akkor beállítod magad eutónusra. De miért pont mindig ugyanabb az időben? Mert van a lábrédekpálya a kereszteződése fölött egy kis szürke állományú magacska, agyi idő pacemaker, ritmus adagoló pacemaker, azt ismeritek a pacemaker fogalmát. Tehát ritmus adagoló. Na most ez nagyon érzékel. Arra van ez a kis magacska, hogy a kozmikus ritmussal ez köt össze minket. Innen van, hogy mi lehetünk meteorokaták, érzékenyek az időjárásra, mert ezen keresztül mint egy mindenfajta változást leszed, mint az antenna leszed. Ugye ez a kis központ is továbbít a szervezetnek. De a ritmusra nagyon érzékeny, vagyis beállít úgy, minden reggel megcsinálod ugyanabban az időben. Nem csináltam olyan nagyon sokat, ne stapál sokat, elég 20 még ugolás, de megcsinálod minden reggel. Megíródik az idegrendszeri program. És akkor már, hogy elkezdted a gyakorlatokat, már áll be az eutrónus. Vagyis gazdaságosodik a dolog, automatizálódik. Valójában az egész automatizálódik. És akkor hát mondjuk azt mondod, ó, ez még nekem kevés is, még ehhez hozzákapcsolnék valami mást is. És akkor azt mondod, hogy hát akkor talán még megcsinálok egy olyan gyakorlatot, amit villámrelaxációnak neveznek. Azért villám, mert villám gyorsabbat. Miért? Ha én azt mondom, hogy tudunk úgy relaxálni, hogy a lazítás szó elő se fordul benne. Én azt mondom, tudsz veszíteni? Hát, bocsánat, a legszorongatóbb helyzetben, mikor legidegesebb is vagy, már nem tudsz, már te veszíteni még tudsz. Így van? Azt még tudunk. Tehát nem mondhatod, hogy nem tudsz veszíteni. Jól van. Egy Edmond Jacobson nevű chicagói neurofiziológus kidolgozta, hát tudományosan azt, hogy van egy olyan központi
relaxáló működés. Tehát az, hogy te lazulj, nyugodt legyél, egy normál működés beálljon a szervezetedbe, azt megcsinálja a szervezeted saját maga, akkor is, amikor te nem tudnád megcsinálni, mert nem tudom, hogy vagytok vele, de ha például nagyon ideges vagy, és valaki barátnőd azt mondja, jaj, nyugodj már meg, no, neki tudnál meg. Mert hogy annyira bosszantja, hogy most miért mondja, amikor csinálnám, ha tudnám, de ő hozzá volt, hogy nem. Na most ezért, ha nagyon feszültek vagyunk, akkor adassál neki, akkor ne akarjunk már leülni, villászni és relaxálni ilyen passzik lepogyi is. Hát nincs jó olyan valami mozgásos. Hát akkor mindjárt kezd el, mit is, és ezt bizonyította kutatásokkal ez a Jacobson. A felső végtagon hivatalosan a két kart közlöm veletek, így hívjuk. A felső végtag. Tehát ha ugye ezeket a mozdulatokat csinálom, tehát a flexorok, a hajlító izmok tónusa magasabb, központi beidegzés. A lábon pedig, mert ugye az egyensúly, meg a súly, a nyújtó izmoké. Na most ő rájött arra, hogy sorraba ezeket az izmokat így és megfeszítem, úgyhogy nem is engedem föl, innervációnak hívjuk a feszítést, megfeszítjük, és nem engedjük föl. És sorban végig, és a normál szokásostól kicsit intenzívebbre. Akkor az a központi önkőoldó relaxációs parancs lemegy. Szóval te ne strapálj, majd lazít a te okos agyad, és leküldi az üzenetet, hogy most relaxálunk. Na most akkor megmentjük az állapotot, akkor most ellazulunk. És akkor megtörténik ide olyan szervekben is, ahol te nem tudsz elérni a sima izmaidra. A gyomor, a belekésítem, ugye az egy más típusú izom, azt nem tudod akaratlagosan lazítani. Hiába akar bázizmokat tudod, de a zsigerekben lévő izomzatot nem tudod ellazítani. De a központi parancs viszont oda is tudhatni, és ezért azt igazolják a kutatások, hogy annyi feszültséget tudsz elvezetni ilyen villámrelaxációval, hogy a maradék már a szervezetet föl tudja dolgozni, nem betegszennek tőle. És látjuk, hogy a feszültségnek a testhez való lekanalizálódása előtti, és a sejtekhez lekerül, és a sejtek ekkor nem tudnak tulajdonképpen megbirkózni túlzott izgalmi állapotokban, nem bírja a sejt befogadni, nem tudja föl dolgozni, és akkor innen erednek az adott szervvel kapcsolatos betegségek. Na szóval, hogy szól ez a villámrelaxáció? Most meg fogom csinálni néhány gyakorlatot, leteszem azért a mikrofont, hogy tudjuk együtt csinálni, rendben, és akkor csinálunk néhány nagy mozgást is, aki hajlandó ide kiállni, az csinál velem néhány nagy mozgást is. Nagyon megéri, mert aki hajlandó ide kiállni, az megtanulja az energiacsillagot is, az meg nagyon-nagyon hasznos is. A más nem, az energiacsillagot mindenképp itt haza magadtal. Na ki lesz az, aki kiáll ide és segít nekem, a többiek meg majd fölállnak és sejbe csinálják a villámrelaxációt. Jó, egy kicsit várnak, jó? Hogy már nem betegszel meg a maradéktól.
a szervezeten el tud vele válni, aki vigyázzunk, ki vigyázz rá, ha te saját magadra nem. Még egyszer ötörbe zár, hajlítod a könyököt, oda szorítod a könyököt. Lábat végig feszíted, karizmokat is jól nyújtósz fölfelé, és halljon az anyag is jól. Jól van. Igen, egészségetekre, aki már a továbbiakat nem akarja, rendben. Egyébként meg aki akarja, csinálja, ez egy betegséget magadat. Köszönöm eleve a jobb karodat, nagyos tartásban is lefogja a tudom. Ennek felesítettek a gyakorlatot olyan, ahol nem a szépségről van szó, ilyen gyönyörűen használatokat csinálsz, de a hasznosságról. Balkartevedből magasra és elgen kukottyan. Képkartevedből magasra és hagyatul leesten. És a tehetetlenül majd leesik a két karod. Ez az, amikor ha akarod, ha nem akarod. Ez az öl, és még egyszer le. Most hagyjad, hogy így csapódjon az oldaladon a kar. Ismered azt az állapotot, amikor szinte olyan, mint hogy oda lenne a kasztalat. Ez már el, úgyhogy közben fordni is a törzsedet is, és csapódjon a kar. És fordni is a törzsedet, ez az, ez az, ez az. Most akkor csinálnám néhány karkörzést, de nem tudom, hogy az, mert ezek a lendületből, a lendületből születő mozgások olyanok sajnos, amivel fordozni meg. Tehát akkor kezdjük el azt a fajta elszállítani. Ah, hogy elszállítani. Szakadj el a lendület, hogy már te csinálj, hanem a lendület vigyel. Engedd el jól, a lendület vigyel, szóval jól van. Így van, álljunk fel. Ugye tudjátok, hogy ez odafelé, visszafelé, szimmetrikusan, átlósan, ahogy akarod. Világos, hogy egy csillagot rajzoltam.
És úgy gondoljátok, hogy én ezt egy olyan intézményben, ahol kutatásokat folytatunk mozgásokkal, saját magam ellenőriztem, hogy mi történik itt ebben a mozgásban. Hiába lépegetsz neki így, úgy akárhogy. Az nem hoz semmilyen hatást, de ha betartod, tudnilik van az ötös élő szerkezeteknek a törvénye. Az aranymetszésről is hallottatok bizonyára. Az ötös szerkezetek mondjuk ilyen, vadrózsa, őrszilom levele van. Vagy a tengeri csillag, öt lábacskája, karocskája, nagy akarjába. Az embernek öt fő része van, fej és a négy végtag. Az ötös szerkezetekre érvényes az a törvény, ami csodálatos, megfigyeli. Hogy nyílik ki egy vadrózsa? Hát nem így, hanem spirálban. És amikor filmezik, lassított a kinyílás, látják, hogy törvényszerű, hogy melyik ciromlevél mozdul meg a kinyílásban először. És ugyanezt a képletet, amit mi megcsinálunk. Bal kar, jobb láb, fej, bal láb, jobb kar. Tehát a csillagmintázatnak feleltethetőnek a tengeri csillag, ugye most már az mindig nem mozdul, hogy mégiscsak ugye, hogy a bal karocskájával mozdul, ugye milyen érdekes, és a jobb lábbal löki magát, a fejét előre dugja, és így ezt lefilmezhető, és akárhányan ezt megnézni, ötös élő szerkezetek kizárólag arra érvényes. És mi történik ilyenkor? Ebből következik, hogy van egy ilyen törvény, hogyha betartod ezt a bizonyos lépéssort, akkor a mediasztinumban, tehát nemes szerveidben a vérkeringés olyan módon rendeződik, hogyha például hideg kezed, hideg lábad van, vagy ilyesmi, akkor csináld ezt a gyakorlatot, mert a kapilláris összeáll erekbe, a véráramlás mérhető, sapkát teszünk az ujjakra, mérjük a hőmérsékletet. Akinek van keringés zavara, időbe kezd el, csináld ezt a gyakorlatot, kérlek. És amellett, akinek magas a vérnyomása, annak csökkenti, akinek alacsony a vérnyomása, annak emeli, egy normál funkció, helyreállító, egy csodálatos, vagyis, hogy vitálisan, de a vitalitás generátor, élet erősen kentő. Hogy csinálja, miért csinálja, nem tudunk erre igazán válaszolni, hogy miért így van, és ez az eredménye. Megcsinálod reggel például, ugye ajánlottam, hogy reggel milyen gyakorlatot csináljunk. Hát csináld meg az energiacsillagot, mennyi lesz, akkor eutónus. Az egész szervezetedben minden izom saját maga, mert tudja, a központot tudja, te nem tudod tudatosan. Központot tudja, és már le lehet ülni. Köszönöm szépen. És akkor ötön tudod, hogy hogyan tudod, rajzolsz egy csillagot ebből, ugye egy aranycsillag születik. Nem vörös csillag, aranycsillag születik. Nagyon fontos egyébként. Tehát ott tartunk a mozgással kapcsolatban, hogy már nagyon sok mindent tudunk. Nagyon jó, persze a ritmikus, egyenletes mozgás. Egy Susan Simon nevű kutató, egészségpszichológus, 70 fölöttieknél, hogy már mégis ugye korban ilyen szépkorúaknál lehet-e még elérni, hogy komoly egészségállapot javulás történjék. És bevezette a Nordic Walking, ismeritek, az északi sétálás. És ezek a 80 és a végtelen közötti korúak minden nap szépen elmentek és megcsinálták a fél órás sétát. Most valójában ahhoz nem kell még ez a pálca sem, mert a pláne abban van, hogy ez a bizonyos, különleges mozgás, ami a járáskor van, ugye, hogy ez az elletés. És ugye hangsúlyozódik a karral ezzel a bottal, mégnek is tökéletes magad, mert nem az az igazi, hanem hogy te tartod a levegőben. Na most, ha bármilyen mítoszt rakunk köré, az igazság az, hogyha felfokozzuk a természetes lépésritmust,
akkor ennek rendkívüli egészséghelyre állító hatása van. Ritmus. Hát ennek a mozgásnak van egy ritmusa, igaz? És a ritmus központ, tudjátok, nukleus, supraoptikus, kiaszmatikus, bőbületes, hosszú csúnya neve van. Ez a kis magasztalunk van, ritmus központ, amelyik kívánja a programozáshoz is, hogy mindig ugyanabban az időben csinál, mert akkor gyorsan megtanulja a szervezetet. Na ez az a központ, ami nagyon jól reagál a ritmusra, vagyis hogyha te csinálod a ritmikus gyakorlatokat, akkor a ritmus központ visszatáplálja a testedbe üzenetként, hogy minden igyekezzen a helyére találni, minden ritmus, a szíved a saját normál ritmusába, a keringésed, tehát hogy ez, hogy hívjuk, össznormalizáció, de ronda fogalom, mert ugye németek kutatnak is azt, hogy gesamtnormalisierung, ez lefordíthatatlan, hogy a teljes egésznek a normalizálása, helyreállítása. És ez megtörténik. Na most ezért nagyon jó, hogyha így ilyen sétákat beiktatunk. És az a Susan Simon próbálta ki azt is, ez csodálatos, hogy ugye hát ha egyedül sétapikálsz, az is jó, az is hoz eredmény, de ha együtt, hát az külön nagyon nagyszerű. Miért? Mert egymást is inspiráljuk kitartásban is, hogy na még mindjárt 30 perc végén vagyunk, nem bajom a fáradt, hogy én is bírom, te is bírjad. Tehát egyrészt ugye inspiratív egymásra hatás, de még egy dolog, hogy közben beszélgetünk. És a beszéd adfényesítő, Hámori József akadémikus mondta. Ezért, mikor a férfiak azt mondják, jaj, már elég a szavakból, ne beszélj annyit, akkor örüljön, hogy adfényesítünk a sok szót. És bárki férfi a beszédesebbek lennétek, mert a beszéd feszültség elvezető, és úgy hívjuk, hogy a ventilációs effektus. Mikor te miközben ugye gyúrod a te magad sport gyakorlatát, miközben elmondod szíved vállatát, vagy elmondod, hogy hú, hogy haragszol valakire, így és így ez, és ez történt. És ventilálsz, azaz, hogy kihozod magadból a feszültséget. Valamit együtt csinálni, nagyon-nagyon hálás dolog már, ami az ilyen sport vagy egészségvédelmi akármit illeti, mert hát régi dolog egyedül nem megy. Feladja az ember, mert mi nem csináljam egyedül, mi is kapáljam. Rengeteg ilyen bizonyíték van, hogy egyedül abba hagyjuk, feladjuk, de ha ott van a másik, akkor ne csak ne végek, hát ő csinálja, én is csinálom. És egymást inspiráljuk, és ezért nagyon érdemes ezt így együtt bevezetni. Na jó. Én most erről a mozgásos, tehát ugye mindenről lett könyvnyi rengeteg, éppen most készítettem el egy olyan, hát félig kész a könyv az igaz, amit a gyerekeimnek gondoltam, hogy majd a testnevelő tanárok átveszik csupa mozgásos relaxációt. Tehát egy fia olyan nincs benne, hogy üldögéjjel és ellazulsz, nincs csak mozgás. És nagyon remélem, hogy át fogják venni a testnevelők, és ha már más egyedet nem, de ezt például, hogy be fogják vezetni a mozgás kultúrába, csinálják a tornaórákon, jó jön nekik is, és hogy talán így a relaxáció szép lassan belopakodhat, ha már olyan nagyon nem akarják, sokan nem akarják ezt. Félnek, tudjátok, félnek, hogy jutottunk be a tudatba esetleg valami relaxációval. Na hát csak tiszta a jókat, azt mondhatom, szakmai vagy tudományos felelősséggel, hogy jó dolgokat juttatunk be. Mert ugye most odaértünk, harmadik gyakorlat a lazítás, harmadik téma a lazítás. A lazításnak az aktív formáival foglalkoztunk, és mik a passzív vagy meditatív relaxációk. Meditó meditálni, szóval befele haladni a figyelemnek, mert mi állandóan kint vagyunk a placon, nyitott szem, és kommunikálunk. De amikor behonyod a szemed, akkor a jobb agyfélteke, az érzelmi agy elkezd fokozottan működni. 30 másodperc, elég fél perc. S ha nyugton vagy, és ősz, és behonyod a szemed, de az se kell, hogy teljesen behonyd a szemed, ismeritek az elbangulást? Lukat nézünk valamit. Nem látod igazán a másikat. Néha, ha üldök élünk ilyen, elfogja az ember, hogy különösen egy értekezletes rígda. Egyszer csak éreztük, hogy kívül vagyunk a... Szóval ugye, jobb agyfélteke aktív állapot, pihen a professzor agyat, a bal agyfélteket, és elkezd, azért van a másik, hogy az is tudjon nagyon okos dolgokat csinálni. Csak hogy van egy olyan kultúránk, amelyik a jobb agyféltekét lesajnálja, nem nagyon törődik vele, és nem csiszolja. Na most ugye van egy olyan fogalom, inaktivitási atrófia, nem használod, hát az csak butul, csak sorban.
De ki kell használni a kapacitását? Mert mit tud? Mint úgy képzeld, a jobb agyféltek és a test olyan viszonyban vannak, mint anyuka gyerekével, a gyerek engedelmes a végtelenségig. Az érzelmi agyad, amit üzen a testednek, a test nem tudja nem tenni. Olyan reflexes kapcsolatban vannak, de mit üzen a jobb agyféltekek? Ez az állandó tudat a jobb agyféltekek. Képekben gondolkodik, analógiásan. Fogalma nincs az időről. Időn kívül van, időn téren kívül, minden ilyen szabályt. Fittyek hány rá, mert a valagyféltek-e azt tudni. Írni, olvasni, számolni, beszélni, minden okos dolgot, és időfogalma is van. A jobbagyféltekének nincsen. Mivel nincsen időfogalma, ezért a veled történt eseményeknek a képi emlékei. Az, hogy ugye emlékszel arra, mikor ez esküvőre mentél, persze, meg ilyesmi. Szóval világos, hogy képileg bennünk van ennek az emléke, de hol? És ez úgy raktározódik el az érzelmi emlékezetben, hogy úgy gondoljátok el, hogy mivel nem lehet időrendbe tenni, mint a bal teszni, a bal, ugye, amelyik szavakba megjelzi, és emlékszel, el tudod mondani, de a jobb, az az egész színára mindenre emlékszik. Az érzékszerveket hagysorolja a látással, látszaglás, tapítás, ízérzés. Az összes élmény, amit te átéltél képileg, meg az illatok, meg a mozdulatot átöleltek, hogy az ilyen mennyei volt. Szóval ezek mind, ugye? Ezek azok, amiket a jobb agyféltek-e hogy rögzik. Hasonló a hasonlóval. Hasonló érzelmi jelentésű emlékeket így elraktároz. Miért fontos, hogy mi kommunikáljunk ezzel az agyal? Mert ez a zseniális agy, a föltaláló agy, a szabálytalan, a divergens gondolkodású. Az pszichológikával dolgozik. Nos, nekünk ez nagyon fontos, hogy ehhez az agyhoz, amelyik a testtel olyan kapcsolatban van, hogy egy kép, mert csak képileg ért. Képileg beszél, képileg álmodik, képekkel álmodik, ez álmodik így szakad, hanem álmodnak, megbolondulnak. Szó szerint, miért? Mert az álom, az micsoda, a feszültségeket, ha te élj, míg alszik a professzorod, a jobb vagy féltekenem. Először is rendben rakja a dolgokat, minden szépen a helyére, mint egy anyuka vagy egy asszony. Azt csinálja éjjel az agyunk. Akkor talált feszültségeket itt-ott, akkor hát ezt takarítunk, összeszedjük a zsuvát. És akkor szépen összeszedni, és akkor képbe átteszi, mert így tud beszélni. Ezt nevezünk képi áttételnek. És ennek az eredménye az úgynevezett képi elaboráció, feldolgozás. Amit képbe kiszedett a testből feszültséget, áttette képbe, attól már nem lesz bajod. Ha ott maradna, benn, tested belekedve, a napközben behordott rengeteg feszültség, amit nem takarítottál ki, akkor nagyon nagy baj lenne. Akik nem hagynak aludni, vagy nem hagynak álmodni, csináltunk a kísérleteket, a riportom, hogy ugye jött valaki, hogy nem, ő soha nem álmodik. Jól van, hát akkor egy kis kísérletbe gyere be. És itt szaka bejött ugye egy alvás kísérletbe, mikor nem fázisba gyorsan mozog a szem és meghűt a test, akkor álmodunk, akkor fölébresztetjük és elmondjuk. Mindenki álmodik. Mert ilyen takarító műveletek éjszaka mindenkivel megtörténnek, 4-5-6 ilyen alvásciklus, és akkor ugye egyre törületesebb az alvás, és egyre több az álom, és nem igaz, hogy egy percig, néha hosszan álmodunk. Ez is bizonyított, hogy néha hosszan álmodunk. Na most ez a, én mondtam mindezzel, mert ezzel a bizonyos spontán álmodó tudattal nagyon-nagyon sok mindent tudunk kezdeni. Mert ha a gondolat és a kép, el tudod-e képzelni, valaha jól ellazultál életedbe, voltam pillanatot? És tudsz rá emlékezni? Biztos tudsz. Mindenkinek volt olyan, ugye mindenkinek van olyan emléke, aj, de jól éreztem magam. És akkor vannak ilyen emlékek, amik elég jellegzetesek tengerparton. Abban a meleg homokban belesülted a tested, és akkor érzed a test melegét, a nap, ahogy süt szinte, mélybe a zsikereidet átmelegíti, könnyű szellőleg a tenger felől, és érzed a tenger illatát, sós illatát, stb. Itt miket beszélek? Jobb vagy érdekei szöveget. Képi, érzékletes, szemléletes, konkrét. Nem egy elmond, hogy extrém jó nyaralásom volt. Ezt is lehet. De ez az absztrakció. De az érzelmi vagy nem így mondja, hanem az érzésekre fogalmaz. Erre azért van nagy szükségünk, hogy ezt dolgoztassuk. Mert az érzelmi agy az, ami mint elmondtam, érzelem molekulák, ha még netán a közelbe van, amit mondtam a betegségről, érzelem molekulák, zuhognak le a testhez, a sejtekhez, azok meg, ha túl nyakon vannak 50-et, bírják földolgozni.
vagyis nekünk muszáj érzelmi állapotokkal dolgozni, emlékekkel, kellemes, mindenkinek van egyéni relaxációs képe. Nem úgy van, az van egy csomó szabályos relaxációs módszer, így és úgy tudsz, ha meditatív, befele figyelő állapotba kerülsz, és magadra koncentrálsz, akkor ugye bekapcsolod ezt az aktivitást, és akkor nagyon jó állapotokba kerülhetsz. De ma már ott tart a tudomány, hogy a nagy szent módszereket kívül azt mondják, nincs idő semmire. Ja, szeretnél relaxációt, a te sajátodat, a testedre szabottan, ami a te saját emlékeidből, képeidből táplálkozik, a te saját programod, amire neked emlékszik a lelked, és úgy relaxálsz tőle pillanatok alatt, hogy csak na, miért kell relaxálni? Azért, mert a feszültség szintet csökkenteni kell, és rá kell szoktatni, vagyis programozni kell. Ma úgy jön ezt be a kompjúteromban, világba, így hívjuk programozásnak. Rá kell tanít, automatizálni kell. Meg lesz a te saját relaxációd, ami ha eleget gyakorlod, és ez a kis ritmus központ kapja újra, és újra, és újra, ugyanabb a 28 napon át kell így csinálni. A te saját programoddal, a te saját relaxációs utadat, képek, szemléletes élmények, illatok, ízek, szépségek, minden, amire te emlékszel. Abból fog állni a te relaxációs utat. Ha te saját szavaiddal elmondod, hogy én meg visszatáplálom neked, és mondom, na, akkor vedd fel a programodat, vidd haza, és 28 napon át mindig ugyanabban az időben használ, és programozol, és megtanítod a szervezetedet arra, hogy egy-két szó, mert ugye, ha programozodik, automatizálódik, elég hozzá néhány indító szó, szervezeted okos, megtanulta, emlékszik, és létrehozza azt a nagyon kellemes állapotot, ami az egészség állapot maga. Ennyit tudtam a szellazulásról mondani. Hát ugye rengeteg az erre vonatkozó ismeretanyag, és hogy a meditáció, relaxáció összefüggése, hiszen én most erről azért nem akarok többet, mert ezt külön kellene egyszer erről beszélnünk, jó? De ennyi most talán gondolom elég. És akkor üzenetként, hogy ebből is vigyél haza magaddal valamit. Mikor nagyon-nagyon fáradt vagy, akkor leülsz egy székbe, ami kényelmes, vagy leheveredsz. Bárhogy, ahogy jól esik. És akkor kérlek, gondolj valami olyan szép emlékedre, amiben nagyon jól érezted magad. És ahogyan visszagondolsz rá, kérlek, hívd elő a képét, az eseménynek, a történést magát, hall újra a hangokat, mit hallottál, ki mit mondott ott neked, hogy volt az. Hall újra a hangot, és közben érezd azt, hogy a közelébe vagy, vagy ott vannak veled, vagy mi történt ott, éld újra a mozgásokat, a hangokat, a látványt, az ízeket, az illatokat, az összes, mindent igyekezzél. Jól emlékezni, és jól menjél bele az élménybe. Úgy mondjuk asszociatív hozat, menj bele az élménybe. És hogy hagyjad magad egy kicsit benne. És képzeljétek, hát a test azt, amit lecövekelt, lerakott kémiai anyag formájában a sejteket, ott van a memóriám, képzeljétek. Ez most messzire vezet, hogy a testelméről beszéljek nektek, milyen végzik érzelmileg a testet, képzel, a sejtjeit. Ugye hát egy Kejtán nevű neurobiológus Nobel-díjat kapott a sejtemlékezetén. Minden sejtet, nem csak sejt, minden túldal az egészről kísérteties, ha vele gondolunk. Szóval te belehelyezed magad ebbe, és hagyod, hogy egy kicsit úgy benne legyél. És utána szépen vissza jössz, amikor úgy érzed, hogy most velük lehet, hogy egy kicsit belearszol, nem baj, de megmozgattad azoknak az érzelmeknek a kémiáját, ami ott van lenn a te sejtjeidben, és fölszabadítottad, és az úgy előtt átjár, és ez óriási. Ez az energiatartalékunk. Ezért, ha úgy akarsz relaxálni, hogy energizációt is akarsz, akkor például használd ezt a relaxációt. És akkor még két pici témánkban tudom, hogy nagyon eljön, nem baj. Hát, szerintem meghallgatjátok akkor, és ha én tovább beszélek, igaz? Jó. Meg még kettő témánk van hátra. Ugye mi volt? Kacagás? Kacagás? Lazítás, most jön az érintés és a segítés. Érintés. Képzeljétek el, mi emberi lények. Annyira rá vagyunk utalva egymásra, és olyan fontosak vagyunk egymás számára, hogy az olyan érintés, amit nem veszel észre, ugyanis úgy van, hogy a talamusz az érzelmi agyban van, a központ érzékelő központ, de az okos agyadban van, ahol a hirdekét van tudatosító. Ja, hozzám értek! De az agyad érzelmi agyad érzi azt is, amikor még nem jut el oda a tudatos tudatodban,
Olyan érzékenyek vagyunk, hogy azt igazolta egy kutatás világhírű lett. Egy olyan kísérlet, ahol azt bizonyították, hogy annyira érintésérzékeny az ember, hogy amikor például egy könyvtár, úgynevezik könyvtár kísérlet, biztos sokan hallottatok már róla, mondjuk én vagyok a könyvtáros, te jössz és akkor átadom a könyvet neked, és be van tanulva a könyvtáros, hogy minden másodiknál, aki átveszi a könyvet, kicsit megérinti, mikor átadja a könyvet. És akkor a kérdező biztos, akkor az ajtóban elkapja az illetőt, és kérdezi, hogy van megelégedve a könyvtárszolgálattal, mi volt, hogy volt, kérvétet kitölte, hozzáértőmhöz a könyvtáros. Senki nem írta azt, hogy hozzám ért. Azok se, akik minden második kapta meg ezt a betanult mozdulatot, amivel átadta a könyvet. És ugyanakkor csak azok, és csak azok, akik így megkapták ezt a lehelet finom és láthatatlan érintést, rendkívül jó véleményeket mondtak a könyvtárosról, kedvesnek, barátságosnak érezték őt, és szívélyesnek, és itt van, mi által. Mert az érzelmi agy már megkapta a maga érintését. Az érintés úgy nevezzük vitalitás generátor. Vitalitás generátornak nevezi a pszichológia, amelyik három dolgot tud, amit a nevetés is tud egyébként. Nukleus accumbens, örömközpont izgalma az agyban. Az immunrendszer stimulációja és endorfin termelés megindítás. Amit tudja ezt a hármat, az vitalitás generátornak nevezzük. Ilyen az érintés. Rendkívül fontos. Olyan módon fontos, hogy ezért, ami érintésszegény kultúránkban, végtelenül sajnálom, de nem az egymásnak rohanás, hanem a finom érintéseknek olyan pszichostimulás hatása van, hogy ezért mindjártokat arra kérlek, mivel ennyire energizál, vitalizál, ennyire egészség helyreállító, hát ha már másért nem, tisztelt nőtársaim, ugye a szabad bőrfelületek érintkezésének ezt a vitalizáló hatását kérlek, használjátok ki, ha másért nem immunstimuláció okából. Egyébként az egymáshoz érés, az átölelés. Hát Chapman az öt szeretett nyelv, amit biztos van, aki itt ismeri. Az egyik az érintés. Hát élj hozzá, akit szeretsz. Ne menjél úgy mellette, hogy ne simogatnád meg. Vagy legalább ne dörzsülődni hozzá, kicsit jelezni, hogy fahó, itt vagyok. Vagy valami ilyesmi. Ez az érintés. Hogy próbáljuk meg visszahozni a kultúránkba. Hogy öleld meg azt kérlek, akit szeretsz, és fejezd ki a szeretetedet. Sokkal jobban tesz, és ott a nagyon nagy a feszültség, és áll a pár, akkor állítsátok meg egymást, és mondd azt, hogy valahol nagyon meg tudtuk egymást ölelni, próbáljuk meg újra. És kérlek, próbáljátok ki. Mert ahhoz túl rövid az élet, hogy megengedjük azt a luxus, hogy rosszul érezzük magunkat a bőrünkben. Az érintéstől röviden ennyi, külön könyvek szólnak róla, Nyitra Jerika írt egy csodálatos könyvet a Nyitott Akadémián. Megvásárolható, nézzetek már bele, elképesztő, hogy milyen kísérleti eredmények vannak, hogy mit tud az érintés művelni. És akkor a segítés, hát ez azt egyébként elképesztő, hogy a segítés hogy kerül be a pszichofitnesztárba. Egész pontosan csak röviden mondanám úgy, hogy bizonyított tény az, hogyha én valamit teszek, te érted, de úgy, hogy szükséged van valami, persze, hogy ne, gyere, adom neked. Mindegy, érted, hogy miről van szó, egy kis semmiség is nagyon jelentős, de neked adom úgy, hogy nem tűnődöm rajta. Altruizmus, hallottátok ezt a kérdést. Önkéntesség, önkéntesség, szolgálat, ez a három fő szabálya. Nem tekinted a saját javad, adsz, segítesz, ott vagy, megteszed. Nem csak azok a heroikus segítségek, a gyereket kimenteni a tűzből, ugye, és milyen hős, hanem a mindennapi apró segítése. De olyanok is, hogy valaki tesz érted valamit, és te képzeled. Hálás vagy, és azt mondod, nagyon köszönöm. Nagyon jó, hogy ezt tetted. Tehát ilyen szituációk például. Azt igazolta a tudomány, hogy amikor a segítésnek a mozzanatát megteszed, akkor vitalitás generátor funkció indul. A te immunrendszered elkezd sokkal jobban működni. És ez tényleg csodálatos dolog, mert hogy gondold már el, hogy te a másiknak segítesz, és milyen jutalmat kapsz ezért biológiailag, hogy te leszel egészségesebb általa. Teréz anya effektusként bekerült a világhírű pszichológiai kísérletek sorába, mi volnánk az egyetemi hallgatók is, akkor nézzük, Kalkutai Teréz anya most már sem boldogálható, szóval a jó téteményeit, ugye, hogy a társakat szabad tűzzel ápol, szóval egy hős volt.
És ugye megkérdezték a hallgatókat, hogy hát mégis először is lelövöm a poént azért, mert ott kezdték, hogy levették a nyálmintát, hogy ugye majd az immunállapotot mérjék. És akkor bemutatták a filmet, és utána, amikor mentek ki a hallgatók a film megnézése után, mindenkit lekérdezte kérdező biztosak, ugye, hogy na hát mégis mi a véleménye. És ugye milyen a mi balatyférteként ez a bizonyos szemtelen, érzéketlen, de nagyon okos sajt. Azt mondták a hallgatók többségben, akik nézték a filmet. Hát ez már túl sok nekünk, nem lehet már a mi világunkban ilyen szenteskedő, ez már túl sok. És mit mondott az immunrendszerük, hogy csak azt látták, hogy a Teréz anya jót tesz azokkal a betegekkel. Mindenkinek az immunrendszer elmozdul pozitív irányba, és így a nézők szignifikáns immunstimulás hatást tudtak produkálni. Hát most mondjátok, biológiailag vagyunk így programozva. Azért, hogy minden az életet szolgálja. És ha megértettük ezt, hogy a segítéssel, hogyha a másikért teszel egy apró kis gesztus, bármi legyen az, egészségesebb leszel, akkor talán egy picit, ha másképp nem, nagyon őrző, alapos okból, hogy te egészséges és hosszú életű akarsz maradni. Légy szíves, dobd be magad és segíts a másikon. Köszönöm szépen! Úgyhogy ha látok kezet a magasban, akkor én magam megyek a mikrofonon, és lehet most még kérdezni egészen bátran. Azt már látom, hogy holnap fél órával később érünk be. Én összeállítottam magamnak egy ilyen kis okost, hogy akkor ezt ha minden reggel megcsináljuk, ez a 20 mozdulat, a csillag, a nagy mozgásos, ez így jó, hogy akkor reggel, mert nyilván jól induljon a nap, ha már így adódott, rosszabb napokon este kicsit még megjelhozzuk, amit napközben elhagytunk. Ezt akkor valóban érezni is fogjuk ennek a hatását, vagy csak megnyugszunk tőle? Sokkal többről van szó, mint a hatásnak az érzése. Programokat írunk, ha valamit ismételünk. Amit én elmondtam, nem arról van szó, Isten őriz, hogy mindent egymás után csináljuk végig, mert három nap után leteszel róla. Egyet válasz ki, próbáld ki, melyik rokon szembes neked, válasz ki egyet, és azt az egyet gyakorolod 28 napig. És utána próbálgass végig, na még melyiket veszed fel a saját repertoárba. Akkor csináld azt, az 2 perc, 5 perc, 5 percnél hosszabb gyakorlat nincsen ebbe a programban, mind olyan rövid. És akkor egyszerre egyet, az kibírja az ember akkor, akár hosszabb a mosol fogad, ha belegondolsz. Szóval, hogy ez biztos egy gyakorlatot vegyél föl egyszerre. És hogy ugye minden reggel megcsinálsz egyet, akkor a 28 napot ugye stigulázod, lemegy, akkor a következő gyakorlatot átéled. És valami olyan stresszvédelmi rendszert alakítasz ki magad számára, az szervezeted okos, megtanulja, segít neked, jobb lesz a közérzeted. Érezni fogod, hogy mennyivel jobb. Na most ugye én nagyon rég élek ezzel, nagyon rég. És tényleg ne értsetek vére, én nem akarom reklámozni ezt mindenáron, de azért én mégiscsak egészséges vagyok, itt vagyok és 73. életévenben. És azért úgy gondolom, hogy mégiscsak azért valami üzen arról, hogy lehet az embernek egy bizonyos egészségi szinten maradni, de törődni kell, nem sokat kell. Az a tévedés, hogy általában ugye azt hitetik el veletek, hogyha túl sokat menj és unórákig csinál, és nincs idő rá, és pénz sincs rá, de ha beiktatod az életedbe, hogy mindig valamit csináljál, és hogy megtartod így a rugalmasságodat, és mindig törődsz magaddal, higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sokat jelent. Most még egyszer mondom, már rossz hallgatnom magam, én nem akarok senkit rábeszélni. De mégis azért nekem van egy abszolút hitelem.
mert én tudom, hogy nekem is ott segít élni, és azoknak a tanítványaimnak, akiket erre megtanítok. És nem csak erre, ez egy hatalmas ismeret anyag. És higgyétek el, mikor én annyira vágytam rá, hogy az iskolába vigyük be a pöttönöktől kezdve, akik még mint a szivacs mindent befogadnak, hogy tanulják meg a relaxációt, hogy tudjanak mozgás mesére, olyan mesék vannak, meg olyan csodálatos mozgások, játékok, amikkel ő a lisztesák játék, és hogy akkor el tud lazulni, és hogy megtanítani őket. Hogy ne legyünk már ilyen szerencsétlenek, mert azok vagyunk. Mert hogy nem tudunk magunkon segíteni. Mert a mi kultúránk folyton kivisz minket a világba, és a belvilág még nagyobb, mint a külvilág. És a belvilágról semmit se tudunk. És egy teljesen vakon vagyunk a saját szervezeti működéseinkkel. És muszáj, hogy ha már nem tanítanak meg hivatalosan minket erre, ha nem segít az iskola, mert tömi az ismereteket a fejünkbe, de az ismeretek olyan, mint a csontváz. Az ismereteket nem lehet szeretni. Azt a, tudod, amíg tudod. De hogy nagyon fontos, hogy élmény legyen, az az élmény, ami a tiéd, ami a szívedet átjárja, hogy jó neked. És ez a csinálás, hogy mit csinálsz, meg hogy csinálod. És így kicsit rá, ha már nem kapjuk másonnan, rászeríteni, rászoktatni magunkat. És adj magadnak akkor így, te segítséget. Ugye ez az a self-management. Ugye nem véletlenül az amerikai kultúrában rendkívüli módon elterjed. Egész odáig, hogy már nem akarom elmondani, hogy helyettesítik például hivatalosan a pszichológust, hogy már nincs pénz a pszichológusokra. És megtanítják az embereket egymással segítő módon kommunikálni. A szabályokat megtanítják, hogy mit kell neked ahhoz tenned, hogy a másiknak segíteni tudj. Most ezt én nem tudom elmondani, hogy egyszer, ha meghívtok, hogy kellett másoknak segíteni. Hát egyszerre egy, és választ ki a kedvencet, mindig a maradékból, mindig a kedvencet. És még egyet, ha megengedtek. Elmondani. Nagyon jó beválik, hallgatóimmal is megcsináltam azt a kísérletet, tehát ezért nem kell elhinni, csak kipróbálni. Van egy olyan, amikor reggel fölébredünk, de még jobb agyfélteke aktív állapotban vagyunk, és ilyenkor még szivacs az agy, és a testhez minden üzenetet egy az egybe közvetít. Még egyszer mondom, a test nem tudja nem tenni, már csak egy dupla tagadással tudom kifejezni, megtörténik. Hát akkor az egész napra készítsd föl magad. Két csoportot csináltunk, az egyik csoport megcsinálta a reggel ébresztő programot, a másik meg semmit sem, de mind a kettő egy héten áll és stipulázta, hány jó dolog történik vele, és hány kellemetlen. Egy hét után ők maguk összehasonlították. Mit csinált ez a bizonyos önmagát programozó, egész napra beállító csoport? Ez a beállítódás pszichológiájának törvényszerűségein alapuló, és megvan a tudományos magyarázat, hogy miért ha azt mondom reggel például, most elmondok egy reggeli kis ébresztő szöveget. Még nem nyitott ki a szemed. Jó reggel, felébredtem. Jó reggelt kívánok magamnak, mindazoknak, akiket szeretek és akikkel ma találkozni fogok. Ma valami jó történik velem. Oda vezetek egy fénysugarat a lábujjaimhoz, végig vezetem és mosolyog minden pici sejtem, örül a mai napnak, mert ma valami jó történik. Jó reggel. És ezt hosszan elmondtam, ezt végig gondolja a pillanat műve, és aki ezt végig gondolja, az beállította magát, ezért beállítódás pszichológia, beállította magát arra, hogy valami jó történik. Most szeretném kérdezni, a szemed lát? Nem, az agyad. A szemed a világfordított kicsinyített képét beviszi az agyadba, az occipitális kérekbe, nyakszirti leben, ott tudatosul, hogy te látsz vagy nem látsz. Ha nem akarod, elfolytod, nem is veszed észre. Amit te nem akarsz, mert én nem veszed észre. Pedig ott van, a másik azt mondja, egyszer, ha ott volt. Nem, nincs, nem látta. Azért, mert nem akarta látni az agyat. De amit akar látni az agyat, mire szól az instrukció? A szemednek az az üzenet, keresd már. Mert hol van az a jó? Ma valami jó történik veled, keresd. És megtaláljuk. És viszont, ami nem annyira kellemes, azt elnéz mellett. Mert azt mondtad az agyadnak, jó történt, és az beállította a szervezetedet arra, keresd meg, mert ma valami jó történt. Innen van az, hogy te ezzel a reggeli kis ébresztő programmal beállítod, hogy jó, jó, és miért mosolyogjanak a sejtjeid, már miért nem? Kérdem én, miért nem? Hát hagyd mosolyogjon minden pici sejtem, hogy örüljön már a mai napnak. Esélyem van rá, hogy ma valami jó történik. Nagyon megéri, próbálják. Ha akarjátok, de mindez teljesen szabad választás kérdése, jó? Köszönöm a kérdésedet! Aztán még további kérdése lenne? Van, aztán még.
Még egy kérdés, a segítés témakörbe beleillik az állatok szeretet és gondozása? Mert a gyerekek ezt ösztönösen csinálják. Kaliforniai óvodában érintéspszichológiai kísérletnek szánták, mert így azt még tudják, hogy akinek van kutyája, vagy macskája, általában kutya különösen, ott jobb az egészségi állapot, azért, mert simogatja immunstimulás. Ugye a szőr az maga olyan arhaikus, atavisztikus immunstimulás. Kaliforniai óvodában csinálták, hogy összehasonlítsák, hogy milyen a hatással a gyerekek gondozzák az állatot. Kutyás óvodának nevezték el. De most Magyarországon ugye nem kölyállás, mert nem így hívják, ez tilalom, hogy a gyerekek ugye nem higiénikus. Minden állatot nem fordulhat meg, de Kaliforniában ezt próbálták, és a gyerekeknek az volt a feladata, meg voltak a kutyák hogy, és a kis csoportok, hogy melyik kis csoport melyik kutyát gondozza. És az a tény, hogy a gyerekek ezt a gondozást csinálták. A gyerekek egészségi állapot ezek az ittnáthás, ottnáthás, már megint időt, és nem, sehol nem. Miért? Mert az immunrendszerük sokkal jobb állapotba került. Tehát gondozni életedről madarakat, szóval amit te érintesz, és simogatsz, és törődsz vele, és gondoskodsz róla. És ráadásul az bizonyosodott be, hogy az állatokkal való kapcsolat a gyerekek számára, mivel nekik nagyon nehéz, mi borzalmasan messze vagyunk, mi felnőttek, nagyok vagyunk. Ismeritek a Lóci óriás leszerset, és ott legugorodtam, úgy kelt fölrögtön, a világtornyok jártak, kertek körülöttek, és minden láb volt, csupa láb. Hát ezt a optikát el tudod képzelni, hogy ilyen kicsi vagy. És a kutya, vagy a ország, az nem az ott van. Tehát a gyerek számára hihetetlenül jellemformáló hatású ezt viszonyították. Tehát nagyon tárgyán vagyok magam is. Nagyon jó tesz, igen. Jellemformáló is, meg egészségvédő is. Igen, aztán még esetleg valami. Tessék! Most én azt szeretném kérdezni, hogy említette a riportó végzeti kísérleteket, hogy akkor ezt használják ki súlyosabb esetekben is ezeket a módszereket, vagy ez csak a normálisan tűnő embereknek? Természetesen, amikor már rég a ház, akkor már sokkal összetettebb dolgokra van szükség, de a képi terápiák, imaginatív terápiák rendkívül fontosak. Ha minden igaz, akkor talán karácsonyra megjelenik a könyvem, hogy kizárólag olyan terápiákat ismertetek rendesen. Ja, mi történt a páciensen? Milyen képekkel dolgoztunk? Hogy s mi? Mert annyira az a vágyam, hogy ezt a kultúrát valamit az országokban egy kicsit javítsa már. Ne féljetek már! A pszichológusok annyi mindenfélét tudnak, amivel segítenek. És ugye 10 000 magyar pszichológus van, és figyeljétek meg, hogy mi a helyzet a pszichológusok körül. Hogy fél mindegy, dívletni meg, hogy akkor mit gondolnak, hogy ilyen lökött vagyok, a pszichológushoz megyek. Szóval, hogy nagyon nagy még a félelem. És tulajdonképpen a segítésben például az ilyen, hogy van egy kis tünetem, ez az, hogy szorongok meg, hogy pánikbeteg vagyok. Hát ezt nagyon gyorsan szépen rendezni lehet. Összetettem módszerek alapjában ilyenekkel. Tehát vagy ahogy, és három olyan hogy is mondjam, megközelítési terület van, hogy a lélekhez hozzájussunk. A testérzések, amikben benne laknak az érzésemlékek. Benne. A jobb agypéntek, amelyik az állapotoknak az őrzője, mindenféle emlékben, átélésben és így tovább, érzelmi állapotok, ez az érzelmi agyunk. És az okos agyunk, a professzor vagy. Erre szükség van, hogy el tudjam mondani, hogy mi van, erre nagy szükség van, de tulajdonképpen érzelmileg nem sokat csinál. De okos, hát az fontos, hogy de az érzelmi agyunk, az életünk minősége, hogy jó vagy rossz, vagy hogy érzed magad a bőrödben, az nem a professzortól fog függeni, hanem nagyon nagy mértékben az érzelmi állapotoktól, hogy értékeljük azt, ami van. És itt segít a mi professzorunk, hogy mi azt üzenjük az érzelmi agyunkkal, hogy ez nekünk nagyon jó. És akkor ő azt mondja, akkor ezt rendelem el. És az nagyon jó. De most nem akarom elviccelni a dolgot. Valóban három irányba tudunk pszichológiai folyamatokat mozgósítani. Hogy a gondolkodást megváltoztatjuk. Átkeretezésnek, reframing, átkeretezésnek hívjuk. Ez azt jelenti, hogy eddig te azt gondoltad, hogy attól, hogy izzadok kezed és nem fogsz kezed a másikkal, mert gátlásos vagy, és az bebizonyosodik a számodra, hogy ez mennyire indiferens.
és hogyha föl tudod mutatni az izzadt kezed azoknak az embereknek, akiktől te tartasz, másnapban nem izzad a kezed. Mert az a félelem, hogy mit szól a másik, az bekörcsöl és elindítja az izzadást, stb. Csak egy példát mondtam. Így lehet a gondolatot, amely előidézi a, vagy hogy rettegek tőle, te mit fogsz ahhoz szólni. Ugye a kamaszaink, hát Istenem, élettani, hogy ilyen dolgok történnek velük. És hogy ezért hát nagyon könnyen lehet befolyásolni. Tehát a valaki érdeke, a gondolat, az érzelmi alapot, itt képekkel dolgozunk, szimbólumokkal. Egy kép mindig, nem megyek bele, mert ugye olyan vagyok, mint a tanár. És akkor nem tudom mondani. Tudom képekkel dolgozni, és tudom testérzetekkel. A hármat tudjuk kombinálni, és csodálatos eredményeket tudunk elérni. És ez azért nagyon fontos, mert az élet úgy éri meg, ha van értéke, értelme. És ezért a spiritualitás úgy került be újabban a századunkban, hogy már azt mondjuk, bio, pszichoszociális és spirituális lények vagyunk. Ez alatt nehogy már gondoljátok, hogy valami vallási akármi csúszik itt be, de akár ha vallásos vagy, hát egészségedre nagyon jó, hogy tudsz hinni, de mindenkinek van egyfajta hite arról, hogy mi végre ez, honnan jössz, hova tartasz, mi lesz az életünk a halál után, és inkább is mindenkinek van egy ilyen személyes életfilozófiája. És képzeljétek el újabban, teljesen tudományos bizonyíték van, hogy aki nem csinálja meg a saját életfilozófiáját, szóval, hogy mit gondolsz te arról, hogy mégis ez az egész világ, mi az életed értelme? Aki nem dolgozza ki az élete értelmét, olvassatok el Jubovicski boldogság pszichológia könyvét. Nem csak az egyébet, bocsánat, azt Jubovicskinek a boldogság pszichológia könyvét. Ott találjátok személyes életfilozófia. Ha eddig nem válaszoltál a kérdésre, hogy mi az életed értelme, légy szíves. Kiérjesz, miért érsz? Akinek van kiérés, miért élnie, az egészséges marad. És aki kitűzi a célt, hogy 84 éves, nem tudom hány éves koromig akarok élni, azért, mert az unokámnak, speciál ez az én mondókám, az unokámnak az érettségét meg akarok élni mindenképpen. Na is volt. Szóval miért? Mert tedd be azt a célt, hogy az egész lényeg tudja ezt a dolga. Ezért a hit, ilyen értelemben a hit, vagy a személyes élethite, vagy mit akarsz az élettől, fogalmazd meg és tedd le. És írd le. És ezt megcsinálták egyébként, még ezt elmondom, bocsánat, egy magyar kísérlet, Kopp Mária kísérlet. A 6500 valahány emberrel csinálták meg. Azt kérte, írd le, mi az életed értelme, és mi lesz vele 10 év múlva. És úgy gondoljátok el, nagyon sokan annyira nem voltak hajlandók, hogy rossz néven vették. Hogy ebbe, jaj, itt a magyar viszonyok közben, hogy nomorba, stb. Hát szóval ilyen húsító, pessimisztikus szövegek, hogy örülök, hogy élek egyik napról a másikra. Már most profán elmondani, de volt, aki azt írta ugye a kérdői valjára, hogy örülök, hogy testnyílásaim vannak, mert ezt másnak írta lehet. Nem így hozzá az életkérdezni. Eltelt a 10 év, és megnézték, hogy voltak ezek az emberek. Ezek a pessimisták, akik annyira rossz néven vették, hogy a jövőre irányulóan kell fogalmazni valamit is, sokan már nem éltek, a szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, függések, addikciók és a depresszió szignifikánsan magasabb arányba fordult elő. Hát így pusztítsuk el az életünket, csak így csinálsz orvoson. Vagyis ha van célod, és a célt meg tudod fogalmazni. Nem baj, ha álmodozol. Hát nem tudsz kitűzni célt, nem tudsz álmodozni, de hogy nem. De tedd le a te akaratodat, mit szeretnél, és mert megfogalmazni. Írd le. Mikor olvastam ezt a cikket, mentem az egyetemre, órát tartottam, mondtam, van 10 éves tervük, élettervük. Micsoda? Hát akkor írják meg, és mindig tegyenek hozzá valamit. Én is akkor megcsináltam, akkor is 5 éves tervet csináltam. De leírtam én is, hogy mit szeretnék. Hát írjuk le, és mindig tegyél hozzá valamit. Mert töltsd az életed, mert te adod az értelmet, mert ne hidd már, hogy valaki megmondja, mi a te életed értelme. De te meg tudod fogalmazni, ha akarod. Nagyon fontos. Tessék, igen. Van még egy utolsó kérdés, ami nagyon messzire visz, tudom, ha nem, akkor inkább nem beszélünk róla. Itt ebben az utolsó dologban említettél egy nagyon fontos szót, a félelem. Igen. És én a saját családom, saját életemben is látom, hogy, és a barátaimnál is,
hogy nem merünk önmagunk lenni, mert folyton félünk mások megítélésétől, mert pici gyerekkorunk óta, ahogy megszülettünk, programozzák belénk, hogy meg kell felelni. Olyan ideáloknak, olyan céloknak kell megfelelni, ami nem tesz minket boldogabbá. Igen, és egészen apró korunktól kezdve a félelmeink löknek minket előre, vagy löknek bele a gödörbe. Én legalábbis így gondolom. Nem tudom erről. Amit erre válaszolni tudok, hogy tankönyvbe kívánkozik, amit mondtál, mert ez sajnos így van. És ezért kell a gyerekeinket kiszabadítani ebből. És az a fajta nevelés, ami nem azt segíti, hogy most éppen az elmúlt évben egy tehetségkutatást csináltam 100 gyerekkel, kamaszokkal, 16 évesekkel, azt igazoltam, és elkészült a könyv már belőle, tehát igazolt, tudományosan igazoltam, hogyha a gyereknek a saját, mert ezek mind már kiemelkedően tehetséges, fel vannak fedezve, hogy úgy mondjam, mindegyik már valamit produkál, de annyit szoronganak, annyi bajuk van, ne higgyétek, hogy ezek mind olyan nagyon nagy lelki békében csodálatos alkotók, szorongó gyerekek. És amint így azt meg lehetett segíteni náluk, hogy ők személyesen ezekről a lelki gyűlődésekről tudjanak úgy beszélni, hogy ezeket számoljuk föl. Hát ezek szárnyalnak és megszabadultak. Hát erre van a szükség. Hát amit mondtál, azért aranyítél, mert igazából az kellene, csak álljunk mellé, és ne hagyjuk, hogy ez történjen. Ne hagyjuk. És olyan kevés elég. Speciál például ezekkel a gyerekekkel 30 óra egyéni foglalkozás, 20 óra csoport foglalkozás történt, és csodálatos a változás. Majd megjelenik a könyv, akkor majd esetleg tekintsetek rá. Pény és árnyék a tehetségkibontakozása, az a cím. Jó. Most már igen. Tessék, utolsó, jó? Azt mondjam, hogy amikor vagy a kísérletes lesz, az amerikai egyetemistáknak. Én nem hallom. Igen, tessék. Igen. Köszönöm, csak amikor volt ez a kutatás, és ezt az amerikai egyetemistáknak megnézték ki azt, hogy kikárt a kutatát, és akkor muszáj színészek a kutatását, és akkor utána megint megnézték. Igen. Kiskárták el, hogy utána, mennyi idő után állt vissza az eredetire. Igen, nem tudok erre válaszolni, meg kell néznem, csak azért, mert nem emlékszem. Nem tudom, már nem tartom a fejemre a tankönyvet, úgyhogy meg kell néznem, mennyi ideig maradt fönn. De az biztos, hogy egy jó stimulált állapot, ha 20 perc alatt beáll egy egyensúly, arra rá segít ez pozitív hatásokkal, az biztos, hogy konzerválódik, megmarad. Ha viszont valamivel letörött, akkor megváltozik. Ha ennyire érzékeny az immunrendszer, akkor ez a fenyegető üzenet, hogy ez csak az én hipotézisem, de meg fogom nézni, hogy szól tovább a kísérlet. De nagyon logikus egyébként, hogy bizony, ha érnek negatív hatások, akkor az megváltozhat. Tehát nem kell játszani ezzel a hatalmas hadsereggel, ugye, amelyik ennyire rajta függ a mi üzeneteinkkel. Attól függ, hogy tényleg függcsünk. Jó, köszönöm a kérdést, nagyon jó volt. Most már tényleg, ne érjük a szóval. Köszönjük szépen, Dr. Bagdi Ervőkének. Remélem, hogy mindenki nagyon jól érte magát, de hát ahogy a mellékel hábra mutatja, azt látom, hogy ezt nem az így vas tapsnak. Úgyhogy remélem, hogy mindenki a holnap már egy egészen más állapotba jövünk, és valamit is rendszerbe érzünk az életünkre. A mozdulatokat ismerni fogjuk, úgyhogy nem fogunk lehet csodálkozni, ha valaki nem érzünk, hogy hát jól csinál egy ilyet. Köszönjük szépen mindenkinek!